Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! This is Previously on Morning Show. Ez itt a Best of Morning Show. Hallottatok arról a TV2-s Jósról, aki kicsalt emberekből pénzt? Ezt hallottátok, ezt a történetet? Nem azt mondom, hogy szenzációs, mindig sajnálom, ha valaki így ad pénzt, de hogy tehát az emberi hülyeség vagy naivitás, én nem tudom, mit mondjak, én nagyon sajnálom őket, de ugyanakkor azért azt meg kell jegyezni, hogy nincs ember, aki, illetve de mégis van, akiről azt gondolnád, hogy így ki lehet belőle csalni pénzt. Van egy TV2-s Jós, illetve szerintem már nem praktizál. Gondolom én, hogy már nem praktizál. Nincs már. Bár nincs. Az ő esetében ezt a szót nincs. Használni egy picit. Igen. Ironikus. Stefanus. Stefanus volt. Gondolom, István. A tisztállátó István. A tisztállátó, auralátó, csakra tisztító István. Stefanus, akinek volt az EZO TV-n egy ilyen telejósdás műsora, ő volt a tisztállátó, és azt mondta embereknek, hogy most műsorban vagy műsoron kívül, azt nem tudom, de lehet, hogy annyira szemtelen volt, hogy ő műsorban mondta el az embereknek. Nagy lenne, nem. Nem, műsoron kívül egyeztek meg. Utaljanak át neki pénzt, a családi örökséget, mert hogy így le tudja venni a pénzről a rontást. Mert addig nem lesz sikeres a vállalkozás. És képzeljétek el, hogy voltak emberek, akik átutaltak neki 3 millió forintot, 5 millió forintot, 20 millió forintot úgy. Volt egy Marika, aki egyébként Svájcban él, 7 év alatt összesen 20 millió forintot utalt át Stefanusnak. És amikor várj, az elsőt átutalod, a másodikat mire kéred el? Mert az első pénzt átutalja, arról már levetted a rontást, ugye? De azt nem küldöd vissza, nem kérsz még hármat? Az mire kell? Hát... Vagy hogy arról is leveszed, majd arról is leveszi. Így van. Hogy levedd a rontást, igen. 3 millió forintot azért kért el, hogy levegye a rontást, és maga a családi vállalkozás utána sikeres legyen. A nő elutalta a pénzt, nyilván soha többet nem kapta vissza, és végül is felfüggesztettet kapott. 2 évre felfüggesztették, az egy év börtönre ítélték, és 2 év felfüggesztettet kapott, de kb. 30 millió forintot csaldít ki emberekből. Stefanus. Igen. És utána megjelentett, aztán talán a Facebook oldalán egy ilyen kis posztot ezzel az egésszel kapcsolatban, hogy az egészségem mennyire ráment erre az ügyre. Ó, szegény, hogy sajnál. Ez a legmegdöbbentőbb az egészben, mert utána ő valóban posztolta, hogy vissza akartam adni a pénzt, egy részét már törlesztetés korában, de a bíróság úgy ítélte meg, hogy nem volt reális esély arra, hogy visszaadjam, és pszichésen teljesen kikészült. Ő, na most elvette más emberek pénzét, teljesen kikészült pszichésen. Ágynak esett december 9-én, kórházba került, az ő anyukája ápolta, stb. Tehát ő kitett egy posztot még magáról, hogy őt ez mennyire megviselte. Szegény, tényleg. Miért nem csukják le? Miért felfüggesztett egy ilyen 30 millió forint? Ez egy jó kérdés, hogy 30 millió forintot elveszel emberektől, jó hiszeműen. Ki használod azt, hogy te benne... Az a vélekezet, hogy ő csak kölcsön vette. Tehát, hogy ő ezt vissza akarta adni. Aha. Hogy megtisztítsa a pénzt. Hát mégis tulajdonképpen erre gondolod, hogy ő kölcsön vette. De akkor minden pénz, amit adnak neked, az akár kölcsön is lehetne, hiszen lehet, hogy valamikor majd a jövőben visszaadod. Na de várjátok, hogy van ez? A távoli jövőben. Tehát ül egy néni a képernyő előtt. Ott van Stefanus. Még csak nem is szimpatikus. Tehát a hideg rász tőle, de tényleg megnyitottam YouTube-on, hát a hideg lelést kapsz tőle, ahogy beszél, ahogy kinéz. Önmarcangolás, az önpusztítás, a lelkismeretfurdalás, ugye ezek is mind önpusztító energiák. És kiderül ez a félrelépés ebben a házasságban. Férj, megbocsát. Stefanus ül egy függöny előtt, ég egy gyertya, és ott van két ilyen varázsgömb. Mivel, hogy... Tehát a legnagyobb közhelyeket látod egyébként. Elengedem neked a... Igen, már csak egy koponya hiány. A múltadat. Elengedem neked a múltadat. Nem foglalkozunk többet fel, nem beszélünk róla többet, de neked folyamatosan meg kell tenned azt, Egy rendkívül antipatikus pasinak kinéző, azért mondom, hogy pasinak kinéző, mert nem fura, egy kicsit androgyn feje van, ül a képernyő előtt, és kicsit flegmán, undokul, unva az egészet, válaszolgat neked. Borzasztó. Azt mondja neked ez az ember, hogy... Ez az ember, hanem
különböző... De tényleg nagyon irritált. Utalját 3 millió forintot, én ezt a pénzt megtisztítom, adok egy bankszámlát. Nyilván nem műsorban csináltott, nem csinálja ezt meg. És jön valaki, és azt mondja, hogy adj egy bankszámla számot, utalom a 3 millió forintot, küld nekem vissza a 3 felett 4-et, vagy tisztítsd meg, és ugyanúgy küld vissza. Vonjál le belőle 10 000 forintot. Ezt elhiszitek, hogy van ilyen ember? Szörnyű. Tehát én sajnálom őket, de ugyanakkor azt gondolom, hogy az emberi hülyeségnek nincs. Nem is tudom, csak határa. Képzeld el azokat az embereket, akik ezt nézik, akik hisznek ebben, hogy le lehet venni egy televíziós műsoron keresztül bármilyen rontást, akármit. Ő nekik egy hiteles személyiség. Ő a tévében tevékenykedik, tehát valaki utat ad neki, megengedi érted, hogy ezt a baromságot csinálja. Tehát a bizalom az innen van. Erzsike, Erzsike, ne higgyel, hogy nem fog menni a vegyesbolt. Nem fog menni a vegyesbolt. Egészen addig a... Rontás van azon a pénzen. Ja. Stefanos, ugye valakiről, hogy ilyen évvel eleve, Na de ő beszél éppen ebben a videóban, amit beadtam, a lelkiismeret furdalásról. Hogy ne legyen lelkiismeret furdalásunk, hogy engedjük el. Már róla. Közben kiderül, hogy Stefanus egyébként emberektől csalt ki úgy, hogy nyilván a csatorná építette föl valamennyire, hogy ő hiteles legyen, ugye? Tehát, hogy egy tévéújságban van, vagy valahol hirdeti magát, nem tudom, az Expressben, vagy valahogy gyere Stefanushoz. De nem biztos. Akkor a használt autón az egyéb rovatban, hogy nem tudom, jobline-on, vagy mit tudom. Akkor valószínűleg nem hívott föl, de így, hogy ő képernyőn van, így hiteles a pali. A bizalom. 30 millió forintot csalsz ki. És akkor... Te nem remeg meg a kezed, amikor nyomod az enter gombot? Vagy oda vitte egy zsákban a néni a pénzt, itt a 3 millió reklámszatyorba adja vissza majd nekem egy hónap múlva? Valószínűleg igen, nem utalás, uh-huh. Mert annak nyoma van, azért ugye, okosba csináljuk az ilyet. Tehát megérkezett a néni Stefanus. És átadta a centrumos nyálonzacskóba, amit még 89-ben vásárolt Budapesten, az megvolt, abba a 3 milliót, és azt mondta Stefanus, hogy ő elviszi. De mi van, úgy gondolkozott, hogy megpörgeti a pénzt, nem költi el az alapösszeget, kicsit átpörget 30-40 millió forintot, abból ő valamennyit keres, és még egy év múlva, egy évig veszi a rontást, fél évig, egy hónapig után az egész alapösszeget visszaadja. Te Stefanus csak ugye meg akart egy kicsit pörgetni a pénzt. Csak segíteni akart, hogy beinduljon a vállalkozás. Nem, hát megpörget és levenni a kamatot, vagy mit tudom én. Elúszott valószínűleg a lóvé. Valószínűleg elúszott, mert nem tudta visszaadni, igen. Hát a fene se tudja. De hogy ez szörnyű, hogy tényleg vannak olyan emberek, akik arra utaznak, vannak hiszékeny idős hölgyek, vagy idősebb hölgyek, vagy nem is annyira idős, igazából itt a hiszékenység van alapvetően a hangsúly, akik elhiszik, hogy van itt egy ember, akit látok mindenek a tévben, biztos nem véletlenül van ott. Hát biztos valaki oda, biztos tényleg ő le tudja venni a rontást a pénzről. Nehogy aztán a kis pénzemnek valami baja legyen, vagy eltűnjön, vagy elköltsem, vagy ne induljon be a vállalkozás azért, mert rontás van rajta. Már maga hogy ez, hogyha ezt elhiszed, tudod, ott azért baj van. Igen. Hogyha azt gondolod, hogy a kis vegyesbolt a faluba azért nem megy, mert rontás van az alappénzem. Nem? Ez még senkinek nem jött be így zöldséges nyitni. Mert rontás mindenkinek van rontás volt a pénzre. Jó, biztos nagyon sokan járnak egyébként így, hogy valahogy, amikor kölcsön kell adni valakinek, akkor ugye nagyon hiszékenyen tudnak olyan érzelmi húrokat megpendíteni a kölcsönkérők, aminek valahogy bedőlsz, nem? Tehát szerintem a kölcsönkérés is egyfajta pszichológia. Most, ha nem barátról van szó, vagy olyannak, akinek szívesen adsz, egy régen látott rokon, vagy ismerős, vagy kolléga. Ez egy képesség szerintem. Ők azok voltak, akiket soroltál most, akiknek már te kölcsön adtál? Tehát barát, kolléga. Hát barátokat nem számítom bele, mert a barátnak, ugye az, tehát a barátnak segít. De kolléga, hát persze. De ők ezt nagyon, igen, tehát ők nagyon tudják, hogy mi az az érzelmi húr, amit meg kell pendíteni, hogy te valóban megsajnáld. Nem? És hogy adj. Tehát, hogy te érzed magad rosszul, ha esetleg nemet mondasz. Ezt kiválóan csinálják a kölcsönkérők. Ugye? Igen. Nálam van, mindjárt mondom, neked van egy 300 ezres ilyenem, ami 10 éve van. 10 éve van ki? 10 éve van, és magam se értem, hogy tudtam odaadni. Mert hogy ismertem a fiút, és tudta, és annyira jól csinálta annó ezt a ráhatást, annyira jól nyomta, pedig én úgy mentem oda arra a megbeszélésre, hogy na ő lesz az, akinek én nem fog kölcsön adni. És olyan érzelmi húrokat pendített meg, ott család volt, síró gyerekek, igen. Amit el tudsz képzelni minden. Amit el tudsz képzelni, és azóta ez ott van ez a pénz. Hát szerintem ez egyfajta képesség. Az. Tehát, hogy tudod, tehát olyan, mint a tanítanák, hogy tudok úgy kölcsön kérni, hogy igazából ne tudjál nemet mondani, nem?
És itt most tényleg nem arról beszélek, hogy a családon belül, vagy barátok, már hogy szerintem az természetes, ha van és megteheted, és tényleg 10-20 éve ismeretek egymást, szerintem nem kérdés. Hanem olyan emberekről, akik egyszer csak beállítanak, megtalálnak, hosszú ideje nem beszéltetek, vagy csak te vagy ott kéznél, és kölcsön kér tőled. És egyszerűen muszáj, valahogy azt érzed, hogy adnod kell. Nem? Egy bizonyos szintig nyilván. Olyan szituációt teremt, amire azt gondolod, hogy te is beleeshetnél. Ez egy másik sztori például, én ezek szerint hülye vagyok ebben. Fölhív, hogy itt állunk a családdal együtt a Dunakanyarban, mert eljöttünk, egyébként egy Békés Csabai ismerősöm, eljöttünk kirándulni, de az történt, hogy kifogyott a benzin a Verdából, és amit én, hogy tudsz-e segíteni, és én még oda is mentem, és várja te? Most. Én. Ott voltad, elmentél? Elmentem, de most vagyok, hogy mekkora hülye vagyok, mert azt mondta, hogy már csak annyi kéne, hogy teletankoljuk a kocsit, és hazamegyünk. Én oda mentem, és adtam erre 50 ezer forintot. Ha hiszen a tankbenzin, akkor volt 12. Mivel voltak zillel? Na, érted? És mondta, hogy neki kéne, hogy 50 ezer kéne, hogy hazamenjen. És tudtam, hogy van két gyerek az autóban, érted? És tudtam, hogy ők kirándulnak Békéscsabáról. Hát mondom, jövök, az segítek, nem? És akkor odaadtam, és miután eljöttem, akkor jutott eszembe, hogy basszus, csináltál, minek... Csináltál, Feri? Minek az... De hogy, mit? Hogy, csináltál mi, most? Igen, hogy egy tankbenzin, az 12 volt akkor, vagy nem tudom mennyi és volt. És már előre mondta, hogy 50-et kérte? Te szólt, hogy 50, vagy te ott... Nem, ő mondta, igen. Ő mondta. Kéne egy 50-es, hogy haza tudjunk menni. Ferikém, az evédet még kifizet, köszi szépen. Akkor Csabán... Érted? Ferikém, csomagolt addig egy somlóit, még egy van ilyesodó. Felénk jársz, csöngesd be, otthon vagyunk, még jutunk egy kávét. És soha többet? És soha többet. És soha többet nem és soha többet. Jézus. Mert ott a gyerekek. De annyira jól elmondta, hogy figyelj, tényleg kirándulni jöttünk, tudod, már nagyon régen nem voltunk sehol, és milyen jól éreztük magunkat, de elfogyott észre a lóvé, vettük, és tudsz adni, hogy hát benzin. Mondom, persze, megyek. Hát. Igen, de szóval, hogy te nem, szerintem te nem két vagy gyerek hibás. Volt ott, szerintem. De aki egy ilyen Stefánusznak ad, azért az is hibás. Nem? Persze. Tehát, hogy te jó érzéssel valami is ismerősödnek is segített. Is. Itt nem én kértem, én adtam. Egyszerűen annyira nem lehetsz naív, hogy egy ilyen idióta tévéjósnak te bedőlsz és pénzt. Tehát nem azt mondom, hogy megérdemli, mert senki nem érdemli meg, aki elveszti a pénzét, de valahol azért az emberi naivitásnak is kell egy határszabni, hogy nem lehetsz annyira hülye, hogy egy vadidegen ember kezében nyomsz 3 millió forintot, vagy 10 millió forintot. Na, de biztos, hogy hallgatóink közül is nagyon sokan járnak, vagy jártak hasonló cipőben, amikor is jött a kölcsönkérő, és valahogy úgy hatott rád, hogy téged megszállt a jó tündér, és az egód azt mondta, hogy na most van a pillanat, amikor ennyi emberen segíthetsz, aztán rájöttél, hogy hazudott, hogy hülyeséget mondott, hogy soha többet nem jelent meg, hogy azóta se hallottad, és hát nyilván esély nincs arra, hogy te valaha is viszont lásd a pénzed. Ugye? Kinyomja a telefon, nem vesz fel. Eltűnik, nem vesz föl, nem jelentkezik, és tudod, hogy nála van 100 000, 1 millió, 10 millió. Szerintem a fél ország tartozik a fél országnak. De egészen biztos vagyok. Tehát, ha kiderülne egyszer, láthatnánk egy valódi térképet, hogy milyen körbetartozások vannak, magánemberek, most nem cégekre gondolok. Hát ott mindenki tartozik mindenkinek, kis túlzással. Szerintem a legnagyobb hibát ezek az emberek ott követik el, hogy lehetne ezt évekig húzni úgy, hogy igazából nem rágnának be rájuk nagyon, vagy tényleg nem kerülnék a társaságot, hogy szépen lassan visszafizetnének valamennyit, hogy tényleg csak az érzés meglegyen, hogy ők vissza akarják tényleg adni. Ő valószínűleg nem csak neked tartozik, mert én például a nagyobb tartozásomról tudom, hogy másnak is egy csomóval tartozik. Tehát, hogy ő tömködi a lukakat szerintem 10 éve ezzel, hogy mindig kölcsön. Csak még nem ért el hozzád. Hát, ja, úgy nem a saját lukait tömködik, hanem az enyémet. Tehát, hogyha apránként visszaadnál, akkor megnyugodnál. Igen, igen, az nagyon sokat számít. Tartozik valaki, 10 millió forint, és elkezdi 10 000-esével törleszteni. De legalább érzel, valami tart, érted? Hogy évente. Tehát azt igen. Lassú lesz. Igen, évi 10 rúgó. De hülye állat, 103 éves leszek, mire visszad. Nem baj, legalább érzed, hogy fie, törleszteni. Ha évente mondjuk 100-150 000 forintot visszaadna, soha nem ér a végére, de akkor is legalább azt éreznéd, látnád, és lenne egyébként hivatkozási alapja is, hogy látod, vissza akarom adni. Hát most is utaltam. Nézd meg, most is úgy, nézd meg ezt a szép így új autót. Hát közben. Hát most tudod, miben fáj a gyerekektől vegyem. Miben fáj? A múltkor is meghúzták a tecsó parkolójába. Én már nekem volt ilyen sztorim. Adtam kölcsön is, láttam az új autóját. Tehát volt nekem ilyen történet, direkt nem akarom most ezt elmondani. Jó, na drága hallgatók, írjátok meg, jó? Mikor voltatok egy picit? Úgymond Balekok, illetve az ebben is biztos, hogy Balek mikor akart úgy segíteni, hogy aztán rájött, hogy nyilván nagyon csúnyán átverték. Az összeg fontos, hogy mennyivel mentek oda, mennyit kértek kölcsön. Jó, elsősorban nyilván olyan SMS-ekre számítunk, amit azóta sem kaptatok meg, és nem is nagyon törlesztettek, jó? Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggelt! 3:49 lesz pontosan. 2 perc múlva jók, és Eminem, de kellenének még ezek a kis muzsikák ebben az esős időben. Már ahol esik az eső, ugye, mert hogy Debrecenben közben
Hát szakad. Vagy Debrecen esült a nap? Eminem, van még ő? Már úgy értem, Eminem, van. Aha, hogy van, nyomja még a zenéket? Igen, csak nem mindenhol játsszák. De egyébként van, folyamatosan jön elő az új zenékkel, és ugyanakkor a világsztár, mint mekkora volt. Talán nem annyira, mert időben nagyon divatos volt, de hát ő már megvan, ahogy szokták mondani. Na, nézzük az SMS-eket, hogy mit írnak a hallgatóink. Ugye a kölcsönadásról beszélgettünk, illetve arról, hogy egészen elképesztő módon még mi vannak emberek, akik a lehető leghülyébb indokokkal adnak kölcsön, mert hogy egyéb börtönre ítélték a TV2-s Jóst, és most tulajdonképpen mindig is, hogy melyik csatornánál dolgozik, nem is azért mondom, 3 milliós családi örökséget csalt ki egy nőből, másról 20 millió forintot vette Stefanus, ugye? Tehát Stefanus néven, már eleve, érted, aki ilyen műsorban dolgozik, hogy Stefanus, hogy ő tisztánlátó. Ő tisztánlátó, auralátó, és ugye azt kérte az ő követőitől, hogy küldjenek neki pénzt, majd ő megtisztítja a családi örökséget. Sikerült is annyira megtisztítania, hogy nem is maradt belőle, nem is maradt belőle nem semmi. Nem hazudott, látod? Nem hazudott, ő megtisztította. Hát, érted. Abszolút megtisztította a családi örökséget. Ahol forgács is van. Igen, és ugye arról beszélgettünk, hogy milyen érdekes, hogy az ember, amikor kölcsönadásról van szó, akkor hát talán nem is ennyire hülye indokkal, mert azért ember legyen a talpán, aki Stefanusnak ad megtisztításra pénzt. De az ember sokszor bedől, ugye? Mert valahogy olyan szívhez szóló dolgokat tudnak mondani, hogy megsajnálod, vagy azt gondolod, hogy ha nem adok, akkor én vagyok a rossz. Vagy szimplán csak azért, mert az ember nem akar ebben, vagy nem tud, vagy nem mer ebben a helyzetben nemet mondani, és előbb szabadulsz alapon, inkább belemegy abba, hogy ad, mert rossz, hogy ott toporog veled szemben egy másik ember. És azt kell neki mondanod, hogy nem. És hát rengeteg SMS, rengeteg hozzászólás, ugye kértünk benneteket, írjátok meg nekünk, kikinek mennyit adott már kölcsön, és mi volt az indok, amivel kérték. Hát egészen megdöbbentő történetek vannak, legalábbis abból a szempontból, amikor az ember a saját édesapjáról írja, a testvéréről írja, tehát az, hogy haver, ismerős, kolléga, az valahogy még azt gondolod, hogy benne van a pakliban, nem, kölcsönkér. De amikor hogy adtam apámnak, soha nem adta vissza, a tesóm megkeresett, azóta nem beszélünk, tehát megdöbbentő történetek. Azt gondolod, hogy a családtagodat azért talán nem vered át, vagy nem használod ki. Hát vagy legalább van benned annyi, hogy elmondod. Vagy visszadod. Igen, vagy visszadod, hogy elmondod, hogy figyelj, nem sikerült, elúszott, bocs, nem? Hogy legalább valamit mondjon. Igen, tényleg megdöbbentő történetek. Van, itt van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, üdvözlök benneteket! Pisti, na, te kinek adtál, mi történt? Hát ez a történet, ez 2 évvel ezelőtt esett meg, hajón dolgoztam, egy kollégával voltam a kabinomban, már csak hónapja, és az úriember az elment szabadságra, majd mikor vissza, hogy szabadságról beszállt, ahol be kell szállni a hajóra, és 2 nap múlva közölte, hogy ilyen kicsit leharcolt arccal közölte, hogy úristen, az édesanyjával baleset történt, és hogy éppen most jött vissza szabadságra, és nincsen pénz a bankkártyáján, meg ugye készpénz sincs nála, segítsek már neki, fizessem ki haza útra a repülőútját. Hát mondom, jó, persze, semmi probléma, hajós kollégák között ez meg szokott esni. Mondom, oké, rendben. Kifizettem a bankkártyámmal a repülőjegyét, hazautazott, közben beszéltünk, és azt mondta, hogy jó, hát persze, Pesten visszaadja ezt az összeget, ez egy 300 eurós összeg volt, tehát átszámítva olyan 9000 forint. Ezt az összeget elkérte, odaadtam neki, kifizettem, és utána, amikor leértünk Pestre, akkor ugye odaadtam neki a cuccait, a ruháit, hogy na, akkor jó, van itt a cuccod, már úgy jön vissza a hajóra valószínű, de mondom, akkor a pénz is kéne, és mondta, hogy ó, hát pont nem talált bankot, ahol fel tudott volna venni pénzt, de el fogja utalni ezt az összeget nekem, úgyhogy nyugodjak meg, semmi probléma, hát ezt az összeget azóta is utalja ez a srác. Mert ez mondjuk benne volt, ez várható volt, nem? Tehát, hogy ott ezt nem adja meg, akkor ez... Nézd, úgy gondoltam akkor, hogy ő egy eléggé jól szituált srác volt, jó pozícióban dolgozott, illetve tudta róla mindenki, hogy elég magasabb körökben is mozog a fővárosba, és ezért csodálkoztam akkor annó rajta, hogy nem adta vissza. Hónapokig a kabintársam volt, úgyhogy nem is gondoltam volna, hogy se fordult volna a fejembe, hogy ebből a pénzből nem találok semmit. Hát igen, ebben ez a fájó, ugye, hogy hónapokig együtt voltatok egy kabinban, és utána összezárva 9000 forintért ezt megteszi az ember, persze. Hát meg, de tisztában vagyok, hogy ki volt ő, tudom, hogy hol van most per pillanat, mindent tudok róla, és innen üzennéd neki. Nem üzen, hogy megtalálok köcsök. Hát, így nem, de... Tudom, hogy hol vagy, rohadék utána. Biztos, hogy fogunk még találkozni, tehát én nem akarok neki semmi kellemetlenséget okozni, de szerintem fogunk mi még találkozni, úgy gondolom, hogy nem jár, hagyod annyiban. Uh-huh. Az ember nem felejtik, nem azért 300 euró akárki akár. Hát persze, mondani. Persze. Hát meg az elv tudod inkább, persze, meg hát a pénz is, persze. Köszi, hogy elmondta, ciao. Minden jó, sziasztok. Hello. Szia. 10 éve adtam kölcsön 300.000 forintot, azóta is próbálom visszakérni. A válasz a következő, minek adtam neki, ő nem kért kölcsön. Aha. Igaz, bajban volt, kevesebb hitelt kapott a banktól a lakásvásárlásra, így úszott volna a foglalója.
azért nem tiltakozott, amikor odaadtam neki a pénzt. Ez is szép duma, hogy nem én kértem, minek adták kölcsön, ugye? Egy gyönyörű nőnek adtam 2004-2005-ben apránként 500 ezeret szolárium üzemeltetése, azóta se láttam se őt, se a pénzt, ez Dodó küldte nekünk. A bátyám az apjának, apánknak adott kölcsön, mindig csak egy keveset, és persze ment az ígérgetés, hogy majd törleszt, így jött össze 2 millió forint körülbelül egy év alatt, aztán egyszer megjegyezte apu, hogy a gyerek dolga, hogy segítsen. A bátyám évek alatt spórolta össze az összeget, azóta se látta viszont. Egy barátom adott kölcsön 12 milliót egy haverjának 2 éve, folyamatosan halasztást kért, törlesztés, és közben a csávó 2,5 milliót költ vadászatokra alkalmanként. Ugye azért vannak egészen megdöbentő SMS-ek. Barátom egy hétre kért 1 milliót azzal, hogyha nem tud pénzt szerezni, öngyilkos lesz. 2 éve történt, azóta a felhív, mindig másról beszél, ha szóba hozom, bocs, hív valaki. Szerintem buktam. Na ez a Zsozsó. És még mindig a barátja, ugye jelen időben így a barátja. Tehát ez egészen fura, hogy az ilyen emberek közben az ember együtt van, nem? Azt mondja, hogy én az exem nagymamájának vettem fel 300 ezeret annó, azt mondta, minden hónapban fizeti a törlesztőt, így hozzá is mentek a csekkek, talán egy csekket sikerült kifizetni, a többit nekem kellett, 300 helyett 500-at kell visszaadni. Mára már meghalt az öreg lány, így esélytelen, hogy visszakapom, írta nekünk a hallgató. Mentősként 110 000 forintot adtam kölcsön egy kollégám barátjának, hogy hozzájusson a 40 milliós hitelhez tranzakciós díj ürügyén, azóta sem kaptam vissza. Azt hittem, hogy a barátom fizeti az autóm részleteit, amit 6 hónapig kellett fizetni, 2,5 millióm bánta. 2,5 milliót kellett neki adni. Ugye, mert hogy valószínű, hogy helyette fizette, vagy odatta neki a pénzt, de közben ő nem fizette be a csekket, ez lehetett, igen. 19 éves voltam, szerelmes, az akkori párom motor szeretett volna venni, én vettem fel neki a diákhitelt egy összegben, az akkor körülbelül 200 ezer forint volt. A motort megvettem, és szétmentünk, összesen 50 ezeret láttam viszont. Ez is több, mint amit reméltem. Ezt Nelly küldte nekünk. Ez megdöbbentő, nem volt, a saját csajodat húzod le. Viszont pénzzel. Van egy motorod, ne felejtsd, de csak más használja. Ez egyébként igaz, igen. Igen. Valahol van egy motor. Mondjuk ezek közül szerintem a legaljasabb dolog, amikor valakit azzal zsarolsz, hogy meg fogsz halni, nem tudják gyógyítani a betegséget, stb. Ez a betegség, a halálra való zsarolás, mert akkor tényleg azt mondod, basszus, nem adok, és lehet, te vagy rossz. Persze. Anyósomnak adtam 50 ezer forintot 5 éve, hogy ne fagyjon meg a hidegben. Nagyon meg sem köszönte, azóta se láttam belőle semmit. Tagadja, hogy kölcsön kapott. Mama rafkos, nem? De átmentek hétvégén ebédelni, nem vidám a hangulat, igen. Azt mondja, hogy 30 ezeret adtam kölcsön egy kollégámnak 2 éve, és ezek azért nem akkora összegek, hogy ne lehessen visszaadni, tehát nem milliókról beszélünk. Ha csak 500 forintot adott volna, havonta már megadta volna. Norbi küldte nekünk. Novemberben kért kölcsön egy rokon 2 milliót karácsonyig, azóta eltelt 3 év. Semmi. Nekem egyszer a főnököm kért kölcsön, elsőre kaptam szép kis kamatot, másodjára viszont már csak részletekben tudott fizetni, csak kb. A felét kaptam vissza, nagyon kínos volt a dolog mindkettőnknek. 600 ezeret adtunk a legjobb haveromnak, azt mondta 3 nap, ez 9 éve volt. 2 kisgyerekkel egy felújítás közben voltunk, az összes pénzünket ellopta. Brown küldte nekünk. Egészen megdöbbentő SMS-ek is vannak, igen. Adtam kölcsön 30 ezeret egy haveromnak, 3 hónapig kajtattam utána, a végén az anyja hozta vissza, én voltam a szemét alak, mert hogy még az ígért kamatot is elkértem, írja egy hallgatónk. Az ilyen esetek miatt soha nem adok kölcsön, mindig csak kérek, Zsuzsi küldte nekünk. De jó vagy. Igen. Egy kolléga mutogatott laptopokat, hogy milyen olcsón szerzi őket, azt ígérte, hogy nekem is szerez, kért előleget 20 ezer forintot, persze nyilván se laptop, se pénz. Ezt Karcsi küldte nekünk, igen. Az jó lenne beszélni egyszer egy olyannal, aki viszont a másik oldal. Tehát aki tényleg ez a kölcsönkérős. Hogy csinálod? Igen, hogy mi a titok? Igen. Balázs, bíz bennem, én tényleg meg tudom tisztítani, illetve tisztára mostani a pénzet, tegyél próbára, nem bánod meg. Kezdjük 100 ezerre. 11, 77, 31, 57. Jaj, de szép eset. Korvin negyed sírónő gyerekkel 10.000 forinton bánja, apaként a gyermek miatt bedöltem. Hát igen, ez nem is kölcsönadás igazából, ez a hogy szedte ki belőle. Pénz, igen, szép lehúzás. Hát az ember erre nehezen tud nemet mondani, igen. Na, hát így állunk. Stefanus nem az egyetlen mondhatni, ugye? Mi van ezzel az idiótával? Praktizál még? Remélem, hogy minden onnan kirúgták. Stefanus, gondolom nincsen sehol, nem? Nincs. Én meglepődnék, hogyha valaki alkalmazná ezek után. Van 2 év felfüggesztetem, gond. De még mindig tudok aurát tisztítani, csak rád mosni. De ezt figyelje, cikánykártyával, bármit tudok csinálni. Igen. Jegyezzem meg egy lapot. Be
Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Egy egészen elképesztő hírre bukkantunk, és önmagában nagyon érdekes, de nem is maga a hír, hanem amit ebből lehet kerekíteni, én nagyon szeretem. Mert hogy egy ázsiai mozi sűrű bocsánat kérések közepette magyarázkodik, mert bemutattak egy friss hongkongi produkciót, és szerintük, mármint a filmszínház vezetői szerint, nem éri meg ez a produkció egy árát. Óriási. Szenzációsak egyébként, ők elnézést kértek mindenkitől, aki már bement és megnézte, illetve egészen pontosan lebeszélik azokat az embereket, akik szeretnék megnézni ennek a frissen debütáló filmnek, ugye akár a bemutatóját, vagy az egész filmet, és arra kérik a közönséget, hogy ne menjenek be erre a filmre, mert hogy egész egyszerűen nem éri meg. Nem éri meg a pénzét. Nagy sztárok kaptak benne egyébként főszerepet, Jackie Chung, Nick Chung, Yun Fat Cho, Jing Hong. Azért Jackie Chan ki tud rejteni. Jackie Chung. De ő nem Jackie Chan. Nick Chung, Yun Fat Cho, és a vígjátékot Jing Wong rendezte. Ó, de pedig szép filmeket csinált. Szép filmeket csinált, igen, és egy bizonyos tartományban azt mondták az üzemeltetők, hogy amellett, hogy lesújtó is a kritikájuk, senki ne menjen erre be. 1,1 pontot kapott a film az IMDb oldalán, és 5 nap alatt 600 millió yuan termelt, azért ennek ellenére 2,5 milliárd forintnak megfelelő összeget termelt, tehát ott a kicsi is azért mennyivel több, mint itt a nagyon sok, nem? Aha, mennyire más számokból Isten dolgoznak. És azt mondja a mozi üzemeltető, a WeChat, a kínai Twitteren, hogy komoly gondok vannak ezzel a hongkongi produkcióval. Aha, nagyon komoly gondok vannak, és a mozi tanácsa, hogy senki ne költse a pénzt siránytartalommal elkészült akcióvígjátékba. Egyébként megemlítik, hogy az A kategóriás sztárok ellenére silány a forgatókönyv, és rossz a rendezés. És ezért a kínai holdújév után csak egy alkalommal vetítik ők a filmet, de arra is megkérek mindenkit, hogy ne üljenek be. Zseniális. Egyébként zseniális, ennyire vigyáznak rájuk, nem? A fogyasztókra. Ugyanakkor hát most két fél álláspontot képviselhetünk. Vagy komolyan vesszük a hírt, vagy pedig egy picit mögé látunk, és mondjuk így azt gondoljuk, hogy azt valljuk, hogy most így ennél jobb reklám nem is kellene a filmnek. Tehát, hogy hát, én már kíváncsi lennék rá. Tehát a legnagyobb szutykabb, legtressebb filmek. Én megnéztem a trélerét. Én biztos, hogy beülnék és megnézném, mert a vége tényleg az lenne, hogy nem, csak saját felelősség, kérem, távozzatok, nem akarunk eladni jegyeket erre a filmre, és hatalmas tömegében mennének az emberek, megnézik, hogy mi ez az ótvar. Ennél szerintem ők befolyásolhatóbbak, szerintem ők ezt tök komolyan csinálják. Tehát itt nem egyfajta PR-ról van szó, itt arról van szó, hogy tényleg szörnyű a film. Mennyire örülne neki egy magyar filmforgalmazó, hogyha mondjuk egy filmről, amit ők forgalmaznak. Kihozná bármelyik magyar a mozi, hogy a bocsánat, de mi elhatárolunk ettől a filmtől, játsszuk, igen, hetente mindig 20 alkalommal, de ne jöjjenek, ne nézzék. Igen, de erre ne üljön be senki. De én bírom, hogy ennyire vigyáznak. Ők azt mondják, még egy lesz gyerekek, még egy alkalom, így van. Az biztos, hogy teltházas, de utána már senki többet. Szerintem ez a fajta őszinteség nagyon jó. Ez, hogy hibáztunk, itt van nálunk a kópia, le fogjuk adni. Mi láttuk. De ne csináljátok. Erre gyerekek, ne költsetek pénzt. Na, ezt a rostélyost most benéztük, a bocsánatot kérünk a korhelyétel nevében, minden na, egyes igen. Kedves vendégünktől, ezt ne rendeljék meg. Az étlapon maradt, mert már kinyomtattuk, sajnos nem tudjuk letakarni, de hogy ne vegyék meg. Igen. Ezen felbátorodva, arra gondoltam, hogy csináljunk egy közelménykutatást, méghozzá nézzük meg, hogy hallgatóink mivel vannak tisztában, ami az ő portékájuk. De lebeszélnének róla minket. Mert hogy nagyon sok olyan hallgatónk van, aki vagy árul valamit, vagy elad valamit, vagy dolgozik egy bizonyos boltban, vagy készít valamit, vagy szakácsként dolgozik, tényleg, vagy zöldségesként dolgozik, vagy silány minőségű nadrágokat, pólókat ad el, de tudja, hogy az, amit ő elad, az vagy nem sikerült jóra, vagy most nem az igazi, vagy kicsit használt és másnapos alapanyagokból készült, vagy csak egy szimpla étteremben szakácsként dolgozik, és azt írja nekünk, hogy ma brassóit ne, nálunk legalábbis. Ha rám hallgattok. Tehát azt írjátok meg nekünk, amiről most ti is tudjátok, olyan kendőzetlen őszintességgel, ahogy ez a mozi megtette, hogy ezt mi most nem ajánljuk. Ti mit nem ajánlottok mai napon nekünk, ha mi elmennénk hozzátok enni, inni, vásárolni, ruhát venni, gyerekjátékot, zöldséget, bármit. Tehát nem csak ehető iható dolgokra gondolok, hanem ha valaki dolgozik egy boltban, azt mondja, hogy ott az alsó polcon a silány minőség, senkinek nem engedném, hogy megvegye. Tudom róla, eladtam belőle hatot.
Egy vacak. Óriás jó fejség lenne, hogyha ha minden üzletet, függetlenül attól, hogy általában nem csak üzletek, éttermek, stb. Mindig lenne napi nem ajánlat. Oda mész, és a mai napra nem ajánljuk a brassóinkat például. Én ezt annyira szeretem, hogy a pincér megmondja. Én ezt nagyon bírom. De jó. Igen, nem... csak így ingatja a fejét, hogy azt kicsit, kicsit elbizonytalan így, de közben azért tetszik is, igen, hogy egy tiramisút kérek. Azt ma nem. Ugye? És akkor ennek megörült, aztán, ha még két dologra rámondja, akkor viszont már megijedsz. Akkor legyen egy, nem tudom, egy túlos palacsinta. Jó, de most ne csak ételekre ragadjunk le, tehát ne csak az legyen, hogy most tényleg kajákat küldtök, hanem nagyon sokféle dolgot lehet ugye vásárolni. Van, aki tudja szerintem, hogy az a játék, amit ő elad, és naponta megveszik százan, az valószínűleg egy vacak. A márkás póló, az vagy a póló. Csak a kínairól származik, és nem eredeti, mert ilyet is lát. Vagy a póló tényleg. Vagy amit te árulsz, és amit te eladsz, az egész egyszerűen nem éri meg a pénzét. Nem kell megírni, hogy milyen étterem, nem kell megírni, hogy mi a helyneval dolgoztok, csak hogy ti mit nem ajánlottok. Jó? Ez lehet akár egy kósza zöldséges is egyébként. Aki elmondja, hogy... A vízbe áztattuk a répát éjszakára. Igen. Bár ugye ott azért látszott, tehát ott nem tudnak nagyon megvezetni. Hát szerintem vannak ilyen, mint ahogy a hús, emlékeztek, hogy a húsosokkal is beszéltünk, hogy az ecetes vízbe való lemosás, ugye mondjuk a virsli parizer ügyében, azért azt is lehet át. Szerintem a zöldségeseknél is van ilyen, hogy egy kicsit az almát még megfényezed, viaszolod, hát ha... Befele fordítom a horpadást. Igen, régi fényét hát visszakapja. Igen. Lehet, hogy vannak ilyen trükkök. Most mindenki egy kicsit könnyíthet a lelkiismeretén. Tehát mindenki elmondhatja, hogy mit nem ajánl magánál. Általában szerintem ez a fajta hozzáállás, ez inkább az alkalmazottakra jellemző, túl nyilván nem fogja rontani a saját forgalmát. De lehet, hogy van egy rendes autókereskedő, aki azt most elmondja, hogy gyerekek, nálam áll egy 1-2-es Astra. Azt ne. Én azt ma ne. Nálam az a mai nem, mit mondtál? Viszont két sarokkal lejjebb van ajánl, egy kollega, ahol tényleg igen. Annyit is futott a jármű, mint amennyi benne van. Tehát autókereskedők is írhatnak akár, oké, értem, ma ez Baliéknál a téma, én könnyítek a lelkiismereten, egy 1-6-os Skoda Fabia Albert a kereskedésbe, azt ne. Nem tudjuk, hogy hol, melyik kereskedésben, melyik Fábia, de én tudom róla, mint autókereskedő. Én magam tekertem vissza, hogy 40 ezeret benne. Ma felteszem a mai nem ajánlatra. Igen, a mai nem ajánlat. Mai nem ajánlat. Egyetlen dolog van rajta jól megcsinálva, a glettelés. Lehet, hogy valaki vacak tableteket árul. Lehet, hogy valaki vacak késkészletet árul. Lehet, hogy valaki elektronikai üzletbe dolgozik, és 26 óra értékelnek le valamit, mert senkinek nem kérem kell. Kérem szépen. Írja meg nekünk, hogy ma mit ne vegyünk meg nála. Jó? Ez a laptop csak arra nem jó, amire ajánljuk. Hát de biztos, hogy ilyen. Van ilyen. Kiraknak ilyen, nem tudom, ismeretlen márkájú dél-koreai, mit tudom én, nem tudom, ilyen laptop, akármi. Legyen észak-koreai. Vagy legyen észak-koreai. Nem így van? De. Simán meg lehet, hogy megvezetnek téged ezzel. Uh-huh. És megveszed, és kiderül, hogy nem jó. És egyébként, hogyha egy ilyet kiír valaki, hogy mi a mai nem ajánlat, akkor te nagyobb bizalommal mész be a boltba, mert akkor a többi közül viszont... Hát kiírni nem szerencsés valószínű. De az, azért amit az Jani mond, mai nem ajánlat, brassói. A brassói ma gyerekek rossz. Háromnapos, száraz benne a krumpli, a szaftot már nem vízzel szerencsés. Hú. De akkor azt üzened ezzel, hogy a többi viszont nagyon jó. Hát nekem, ez már azzal nem üzen. Hát, ilyen ki van írva, igen. Meg, mi? Jöjjön hozzánk, de ne egyen brassói. Szörnyű a krumpli, mocsingos a hús. A többi viszont tiszta szívből ajánljuk. Hát azért ott valószínűleg nem fordulnának. Mi a vélemény mai bécsi szeretőről? Ó, régi ismerős, hogy érde? Hát tegnap is ki volt már. Szerintem óriási jó fejség. Tényleg. De a legjobb egyik, amikor a metakommunikáció működik köztetek. Nekem van egy kedvenc, egyik cukrászdában van egy eladó hölgy, nagyon-nagyon szeretem, mert csak egymásra kell néznünk. Megállok egy sütemény előtt, ránézek, felnézek, és int a fejével, hogy... Arrébb lépek egy picit bal, megint ránézek egymásra, és bólint. Igen, abból már hihetek. Na, ez cukrászok is nyugodtan, jó? Hogy ma aludlábat ne, mert tudjuk, hogy mi. Viszont a kókusztegercset annál inkább írjatok nekünk, jó? Hogy mi a helyzet. Hogy mondod, mindig elfejtem, a mai nem ajánlat? Mai nem ajánlat, így van. Mi a mai nem ajánlat nálatok? Bárhol dolgoztok, írjátok meg nekünk, jó? Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 lesz pontosan egy perc. Úgy, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Van friss közlekedés, írunk. Budán az Ödlob utcában a hegyről lefelé jövőket mérik. Trükkösek a srácok, mert a kamerát kitették az út szélére, ők meg elbújtak az autóval. Mindenki menjen lassan. És az M5-ös 31-es kilométernél tiszta, nincs kamion az árokban, és rendnek őrei sem helyszínelnek. Esőmentes szép napot kívánok mindenkinek.
Fabandita küldte nekünk. Mi pedig egy nagyon helyes témával foglalkoztunk, ugye egy ázsiai országban kitalálták, hogy ők inkább magyarázkodnak és sűrűn bocsánatot kérnek, mintsem, hogy hát bemutassanak egy hongkongi produkciót, illetve egyszer bemutatták, de a filmszínház vezetői azt mondták, hogy annyira rossz, hogy lehetőleg senki ne nézze meg, hogy mindenkit arra kérnek, hogy ne vegyen erre a filmre jegyet, ne nézze meg, mert tudják, hogy nem jó, nem fog tetszeni, pénzkidobás, senki ne költse a pénzét silány tartalomra. Ezt mondták, és lebeszélték a lakosságot arról, hogy megnézzék ezt a hongkongi produkciót. Hát látva, hogy megnéztem ennek a filmnek a trailerét, hát elég bugyuta tényleg. Valójában. Jó, de itt sok jó az underground benne. Legendák ez a te látod már a Makó férfi 3-at, ki jött, nem mondod. azonnal viásra jön csak valószínű Magyarországon is. És ugye azt kértük hallgatóinktól tőletek, hogy írjátok meg nekünk, hogy ti ma mit nem ajánlotok, ugyanis van egy napi nem ajánlatunk, ugye? És nem csak éttermek vagy zöldségesek ajánlhattak nekünk valamit, mármint hogy tehették fel a nem ajánlat listára, hanem bárki bármit, hát nagyon jó SMS-eket kaptunk. Írja egy hallgatónk, Ancsa, hogy gyermekkoromban a helycukiban úgy jelzett a fagyit mérő néni, hogy nem jó a fagyi, hogy amit kérni akartál, irgalmatlan köhögési rohamot produkált, tehát hogy abból nem kell. De nem kell kérni. Egy vaníliát. Igen. Csoki. Akkor még valami sütit vegyek? Na, mit nem ajánlanak még hallgatói? Nézzük, Skoda Octavia 213 ezerről 113 ezerre, ugyanitt 253 ezerről 153 ezerre. Használt fehér mind a kettő, neved meg, ajánlja valaki, illetve teszi föl, hogy elhető autókereskedésben dolgozik. Az egyrétegű nem ajánlom, mert átjukat. Széna a WC papírárus írta nekünk, hogy ezt ne vegye meg senki. A mai nem ajánlat, van rajtam kb. 40 kg baromfi párizsi, 179 forint per kilós áron. Mi lehet benne, ha májusig van a szavatossági ideje? Senkinek nem kell. A kutyát ütni kell, hogy megegye. Lupó papa küldte nekünk. Jézusom. Május. Egy butorboltban 179 per kiló. Szép lett. Egy butorboltban dolgozom vidéken. Egyik vásárlónk érdeklődött, hogy mennyire kényelmes és trapabíró az egyik fotelágy. Azt válaszoltam, hogy képzett fakiroknak szoktuk ajánlani, és a nászi szakámat nem ezen képzelném el. Valószínű, hogy a vásárló nem érdeklődött többet. Korán reggel a kávégép feltöltésekor kissé a padlóra öntöttem a kávészemeket, mivel el kell róla számolnom seprűlapát, és bele a helyére. Benzinkúton dolgozom, vigyázz, hogy hol tankolsz, ma nem ajánlja senkinek. Az ő a napi nem ajánlatos kávéját. Nagyon korrekt volt, hogy elküldett. Köszönjük szépen. Én ma magamat nem ajánlom a főnökömnek, mert nyugodt vagyok, hagyjanak nyugodtan dolgozni, ezt Erika küldte nekünk, és van egy hallgatónk. Halló, jó reggelt! Hello, szia! Ciao, hello! Pisti, hello Pisti! Sziasztok! Na, mit nem ajánlasz? Hát kérlek szépen a húsvéti sonkát senkinek. Hát már most itt rögtön? Most rögtön? Már kész van, vagy már áruljátok? Hát kérlek szépen, ez kész volt már tavaly is. Nem mondod komolyan? Nem mondná. És ez egy hentes bolt, ahol te dolgozol? Hát előállítjuk ezeket a termékeket, és az üvegben árulják. Igen? Uh-huh. Neked ebből nem lesz bajod, hogy ezt most egy telefonon keresztül elmondod? Hát jelenleg a főnököm nincs itt, egyedül vagyok, hátul, úgyhogy... Na jó, hát azért, mert nincs itt, azért a rádió hang, az terje. Jó, te tudod, nem, még nyilván nem mondod el, hogy melyik hentes boltról van szó. Tehát tavalyi a sonka? Hát a sonka tavalyi. Az alapanyag meg még akár 5 éves is lehet. Nem lehet, ez nem, az nem áll el, azért ez jár. Tehát hogy ne lehetne, fagyasztva minden el áll. Nem áll. A húsvéti sonkád... Mi van? A húsvéti sonka, kérlek szépen, ami készült, az tavaly készült, az alapanyag, amiből készült, az meg legalább 3-4-5 éve állhat a fagyasztóba. Jó. És na. Ennél a boltnál, vagy ennél az üzemnél, nem tudom, hol dolgozol te hentesként? Hát ilyen kisegítő igazából. Nem hentes vagyok, csak így segítek nekik ezeket. Most hangosítottak fel a rádiót a névig. Ki ez? Pistikém, hát jól van, köszönjük szépen, hogy nem ajánlottad. Köszi. Igazán is. Van még valami, ami jó nálatok egyébként? Ami jó nálunk, a hurka az jó. A hurka jó, az csak 3 éves. A hurka csak... is. Na, az tegnap készült. Hát még tegnap elkészültet a sütőben. De mikor az alapanyag itt is, ugye az a kérdés. És hogy... látodok, hál' Istennek az is. És az ecet is friss, amivel evés. Az
az is van bőve. Atya Isten. Lehet, hogy lesz egy elbeszélgetésed ezután a hívás után, vagy több mindenkivel lesz elbeszélgetés. Na, köszi, hogy hívtál. Ciao. Hello. Atya úristen. A tulajdonos most ezt itt hallgatta, tudod, valahol megy a kocsival, és meghallja az alkalmazott, hogy betelefonál, megremeg egy picit, nem összerezze hirtelen, hogy Pisti arra a téletbe, tedd azt a telefont, bemegyek, megöllek. Nagy gáz nyomott a főnök, hogy odaérjen. Arra a téletbe, Pisti, megmondtam, hogy a fölmered emelni az a telefont, úgy elkaplak. Amúgy vége lesz az Pistinek egészen hamar. Egész évi nem ajánlatom, vendéglátásban dolgoztam, a limonádét, ha elkészítette a pultos, meg kellett kóstolni a szívószállal, úgyhogy belerakta a pohárba, és a tetejét befogta a szívószállnak, kivette a pohárba, és a szívószálba maradt limonádé, azt kellett megkóstolni egy jó el, majd új szívószálat tett a vendégnek. De valamikor ezt nem tették meg, visszarakta a nyála a szívószálat, hadd menjen a vendégnek. Azért nem iszom sehol limonádét. Neki ez a mai nem ajánlata, hogy ma ne ígyunk limonádét. Vagy hát legalábbis óvatosan. Minden reggel megyek egy nagy üzletláncba reggelit vásárolni, a szalám és pultnál ezt mondom, XY szalámból szeretnék kérni, erre a pultos hölgy olyat nem szeretne. Oké, akkor a másikból szeretnék. Igen, abból szeretne. Minden reggel tényleg friss a szalám, mert futár küldte nekünk. Jó arc. Igen. Ma nem ajánlom, hogy beszóljon egy vevő, hogy bármi gagyit vett nála, mert nagyon rosszul aludtam, írja egy hallgató. A kirakatban található piros női fehér neműt tenném föl a mai nem ajánlatra az egész szettet, egész éjjel azzal játszottam, Pisti, a bolti eladó. Ma nem ajánlom a buszozást, mert tönkrement a járaton a fűtés, írja valószínű egy buszvezető, aki elküldte ezt nekünk. Igen. Pécs közeli étterem, 13 óra után a menü leves megkapja a csap alaplét, utána már senkinek nem ajánlom. Csap alaplét. Hát az íze felhúzzák, azzal nincs baj, hát nem olyan az íze, de... Csap alaplét. Amikor terhes voltam a pékségben, a jutúros táskát kértem, az eladó csak intett a fejével, és azt mondta, hogy valami egészségesebbet ma a kismamának. De jó. És ez még viccesen mondja. Igen. Ma valami egészségesebbet a kismamának. Hát igen. Vannak szép napi nem ajánlatok. Mindenki legyen óvatos. Köszönjük szépen az SMS-eket. Lehet, hogy úgy értette, hogy az alapanyag 3-5 éves, hogy a malac volt annyi. Nem, hát úgy értette, hogy lefagyasztva volt az alapanyag. Azt mondta, hogy fagyasztva van 3 éve, de akkor mondom, hogy ezt egyszer ki kellett olvasztani egy évvel ezelőtt, amikor húsvéti sonkát csináltak belőle, egy jó kötözöttet, majd vissza kellett fagyasztani. Á, lehet, hogy amit kiolvasztottak, az el is fogyott. Az biztos. Csak egy részüket olvasztották föl. Patrikék a hármas medencében voltak, mindent láttam. Nem ajánlom senkinek a hármas medencét, az úszómester. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Egy internetes felmérésről kellene, hogy beszéljünk, mert kiderítették, méghozzá egy oldal, hogy a magyarok reggelente legalább annyit veszekednek, mint karácsonykor. És maga a felmérés nagyon érdekes, mert hogy összegyűjtötték ugyanolyan mondat és szavak egymás után fűzésének formájában azokat a kulcsmondatokat, kulcsszavakat, amin reggel a magyar veszekszik, mert hogy ez legalább azt mondják, hogy annyira nehéz, mint amikor ugye közeledik a karácsony, és a család már nem tudja elviselni egymást, illetve mindenki a teljesítő képességének a határán áll, jön a karácsony, mindent azt akarod, hogy szép legyen, és az egész család veszekszik. Elhúsan. Ha befaragtad, nem faragtad. Befaragtad, nem faragtad, holapon mondtad nálad, stb. Meg, ezt megcsináltuk karácsonykor, és szenzációs mondatok jöttek egyébként hallgatóinktól. És most, hogy kijött ez a felmérés, arra gondoltunk, hogy kicsit belenézünk hallgatóink reggeleibe, hogy min megy a veszekedés. Ugye általában a család együtt ébred, és valahogy mindig késésben vagy, elindul egy nagy rohanás, a gyerekek vannak, azért rohansz, mert nem akar fölöltözni, nem akar reggelizni, közben apa már indulna vinni a gyereket. De még nincsen becsomagolva, és elindul a veszekedés. Mi szerencsések vagyunk, nem vagyunk otthon reggel. Hát, nem? Nem tudom, mi ebből kimaradunk. Szerencse, de nem, igen, nem vagyunk bente. Hogy nem tudod, mennyire szerencse, ezt hogy érted? Hát nem tudom, hogy mennyire szerencsés, hogy a nem... Mint hát ez annak tudod, hogy mi van otthon, nem? Hát ott beszéltek délután, nehezen indult, nem akart elindulni, későn kellett, elaludt, rohanni kellett, soha nem akar elindulni, tehát az ember nagyjából tudja, hogy mi van otthon, nem? De így igen, ebben a formában. Én akkor is tudok ilyeneket csinálni, amikor nem együtt kelünk, tehát például az, hogy minden nap tudod, hogy ha letennéd a kulcsodat egy bizonyos helyre, akkor nem kéne keresgélni másnap, és mondjuk én ezt egyedül tudom produkálni, hogy valahova leteszem a lakásban, és reggel azzal megy el 5 perc, hogy hova francba tetted a kulcsot. És megkérdezem a békát, aki szegény alszik. Nem láttad a kulcsomat, béka?
Nem. Az ajtóban nézted már. És tényleg. Tudod, és ezért ébreszted egyébként föl. És basszus, tényleg az ajtóban. De te rakod el, vagy valaki elrakja neked? Én valahol hazamegyek, és valahol lerakom, és utána nincs meg a dolog, és akkor keresed. Na most, ha többen vagytok a reggeli ébredésben, tehát az optimális eset, mikor mindenki együtt, akkor nyilván meg 100 ilyet tudsz csinálni. És egyébként az esetek túlnyomó többsége, nálad van a kulcs. Persze, valami hát, másik kabátban. Hol van a kulcs, hova raktad a telefonomat? Ott hagytad a telefonomat, ugye? Ugye, hogy ott hagytad? Azt mondtad, hogy be fogod rakni a táskába, akkor minek kérdezted meg? Nálunk most ez volt legutóbb. Mondom, minek kérdezted meg, hogy hozom el a telefont? Akkor azért kérdezed meg, nem? Mert berakod a táskába. Akkor ne kérdezd meg. Most otthon van a telefon. Jó, akkor ne. Akkor nem fogom tudni, hogy ki írt, ki hívott. Persze nem érdekes. És 4 órán keresztül ott lesz a telefon. Jó? Nem baj. Akkor ne kérdezd meg máshol. Elrakta a telefonodat úgy, hogy nem tudtad? Nem, azt mondta, hogy megkérdezte, hogy berakja a telefont. És mondom, persze, rak be. Ja, és nem rakta be. És nem rakta be. Aha, most és mondom, hol a telefon? Azt mondja, nem tudom, nem raktad el. Hát mondom, te kérdezted, hogy elrakd-e a telefont, akkor miért nem rakod? Minek kérdezed meg? Mert látta, hogy hozzányúltam. Én nem nyúltam hozzá. Nem nyúltam hozzá, nem fogtam meg, mert te azt mondtad, hogy elrakod. Ültünk, és gyűlök így a jönnebe, és így megfogtam a zsebemet. Hubbad meg. És ott van. Van nálam a telefon. Jó, jó, most ez egy teszt volt, és... Az milyen, hogy hátra kell. És olyan kellemetlen volt, igen, tőle, mert hogy gyakorlatilag igen, csináltam egy kis 5 perces ilyen kis, hogy hívják, számonkérés, kis izé, egy kis terelget, és hogy egy gyerek végighallgatta az egészet, aztán mondom, 5 percben kiderült, hogy hülyét csináltam magamból a gyerek előtt, hülyét csináltam magamból a feleségem előtt. Aki ezen nagyon jól szórakozik. Na, a mondatokat összeszedte ez az internetes oldal, és nagyon jókat írtak, és egyébként tényleg abszolút tipikus. Tehát ha elgondolkozol azon, hogy te hallod ezt reggelen, te rájössz, hogy valamelyik úgy is felbukkan. Ugye a lényege az, hogy próbáljátok ti is egy mondatba több olyat összetenni, ami jellemző rátok reggelente. Ezt megcsináltuk karácsonykor, és mi nagyon-nagyon szeretünk. Az internetes portál azt írja, hogy ezek hangzanak el, és ebből van általában a veszekedés. Kejfel elkésünk, hol a pólóm ide tettem. Ugye? Klasszikus. Kejfel elkésünk, hol a pólóm ide tettem. Miért nincs itt? Kelj már fel, még 5 perc, nincs 5 perc, elkésünk. Nálunk ez például a nagy vívás, hogy én még 5 percig ágyban lennék, de közben már kelni kell. Hol a töltőm? Szenzációs mondat. A hol a töltőm? Te tetted el. Is. Igen. Hol a töltőm? Te tetted el. Erre nincs időnk, nem érdekel a kifogás. Ugye? Milyen szép mondatok ezek is. Elkésünk, hol a gatyám? Miért nem mostad ki? Gyönyörű, férfi és a nő vitatkozik. Férfi nem találja a farmert, valószínűleg szennyes tartó van. Elkésünk, ne középen nyomd a fogkrémet, 100-szor mondtam, gyorsan, miért nincs kakaó? Az van, ha nem tetszik, nem eszel. Igen. Anya, de én kakaós csigát akarok. Szendvics van, nem tetszik, nem eszel. Nem tetszik, nem eszel. Elkésünk, miért nem öltözöl már? Hozd ide, nem ezt, azt. Hol a telefonom? Te tetted el, ugye, Janiéknál. Nem én, de mondtam, hogy te. Korábban induljunk, elkésünk, megöl a főnököm. Miért nem keltél fel időben? Minden az én hibám? Igen, nem. Hülye vagy, te vagy hülye. Igen. Nagyon klasszikus. Zseniális mondjadod. Elkésünk, kapcsolt ki a tévét, de még nézni akarom a csűrcsavarosdit. Júj, de szép mondat, amikor a gyereket próbálod elrángatni a tévéről. Kapcsolt ki azt a rohadt tévét, elkésünk. Miért nem vettél az oknit, hol a töltőm? Ugye? Visszatérő motivum. Nem etted meg, máskor nem kap semmit, hol a sluszkulcs, ugye? Nagyon jó. Apa kicsit a gyerekkel, majd kiszól az anyának. Elkésünk, indíts már, nem szogas. Elkésünk, nem érted, tankoltál? Azt mondtad, nem kell. Elkésünk, indulj már. Szenzációs egyébként, és minden benne van. Tehát a kocsi kulcs, a tankolás, a fogkrém, a reggeli, a tévénézés és a ruhakeresés. Nagyjából erről szól az ember reggele. Elszálltad a gázt, leoltottad a villanyt. Azt hittem, te nézed meg. De miért? Más, mindig te szoktad megnézni. Téged zavar a legjobb. Nem. Téged zavar, különben nem kérdezted volna. Jó, akkor visszamegyek. Nem, majd visszamegyek én. Nem, most már nem megy vissza. Nálatok még megy ez a gázpara, hogy kikapcsolod. Egyrészt ez, másrészt pedig a lámpa. Tehát, hogyha nincs leoltva a lámpa, akkor az egy ilyen sarkalatos pont. Megnézted? Nem néztem. Te szoktad megnézni, nem? Nem. A múltkor is te nézted meg. De hát téged zavar. Mindegy, ha elmentetek 10 kilométerre. Meg. Ott már nem, ez még az elindulásnál jön elő. Tehát ez, amikor ülsz a kocsiba, közben igen, most az a parám, hogyha égve marad a lámpa, leég a ház. Nem tudom. És vasalló? Vasalló az a Vikinek, meg a hajvasalója. Én vasaltam, vagy te vasaltál? Hát de téged zavar, nem? De te vasaltál, húzza ki az, aki vasalt. Szerintem kiúztam. Ha azt mondod, hogy szerinted, akkor nem vagy benne biztos. Ez hányszor, igen, kiúszod a hajvasalót, kérdezi a Viki. Mondom, én nem használtam. Ő nem húzta ki, de mondom, biztos kiúszta, csak menjünk vissza, nem menjünk, leég a ház. Mondom,
szabadon nem tud leégni, maximum fölmelegíti a fürdőszobapultot, de leég, menj vissza, nem megyünk. Ugye? Azt, nekem most az volt, hogy égve marad a lámpa, eddig nem érdekel. Tehát én hajlandó voltam, úgy, jó, ég, most négy órára legalább azt hiszik, hogy otthon vagyunk. Azt hiszik, hogy otthon vagyunk, ettől nem lesz, nem tudom ilyen. Nem omlik össze a föld, és most ha ég egy lámpa, akkor visszamegyek lekapcsolni. Azért, hogy nehogy felgyulladjon. Aha, de petróleummal világítottak? Jó a kérdés, mivel világítottak? Akkor adom. Nem tudom, valahogy most erre ráálltam, és bármilyen kicsi lámpa marad égve, én inkább visszamegyek lekapcsolni. És egy ilyen para bármikor beúszhat az ember életében, nem fogjátok elinni, egy pár héttel vagy hónappal ezelőtt volt egy ilyen hír, hogy a Hajdújéknál, nem is biztos, hogy igaz egyébként, hogy a Hajdújéknál bedugva hajtak egy... Ez a Wikinek egy telefontöltőt, nem hiszem el, azóta folyamatosan nézzük, figyeljük, nem merül. Addig állandóan bedugva hajtunk, le se tojtuk, egyszerűen csak annyit csináltunk, hogy lehúztuk a végéről a telefont, és ugyanúgy bedugva volt. Semmi gond nem volt vele, senkit nem foglalkozott. Ugye a Hajdú Pétereknél csak mondjuk általában, hogy volt egy hír, hogy ők bedugtak egy töltőt, és az elvileg úgy maradt, és a konyhájuk az félig leégett. Voltak róla fotók, egyébként tényleg elég rosszul nézett ki a konyha szegényeknél, és azt mondták, hogy egy bedugott töltő okozta, ami ott kínai volt, vagy zárlatos lett. Azóta minden este, minden rohadt este, ugye nálunk minden korrektorban a gyerek miatt ilyen gyerekzár van, tudod, ez a vakdugó, hogy amit így beraksz, elfordítod, és úgy tudod betolni. Minden reggel 10 percig négy kézláb félmeztelenül vagy messzelenül pipiskedve próbálok átnyúlni az éjjeli szekrényen, hogy a rohadmányos töltőmet visszadugjam, mert ugye minden reggel kihúzza, és úgy megyünk el. Fél órás szórakozás, mert ugye ott van a konnektor az ágy mellett, úgyhogy nem tudom elfordítani rendesen azt a szart, már bocsánat. Igen. Folyik rólam a víz, szídok mindenkit, hogy miért kell kiúzni azt a rohadt töltőt, hogy mit csinál, szagolgatja a töltőt. Megnézem. Hogy nem, igen. Hát, hogy, mert ha melegszik, akkor... Ja. Mondom, Jézus, Atya Úristen. És ezzel megy el az este. Jó, de ez nem a reggelhez kapcsolódik. De hát ez minden napszakhoz kapcsolódik, mert tényleg, hogyha bedugva hagyod, akkor onnantól kezdve mondom, ott van, és én gyűlölöm az egészet, de ettől függetlenül is végigmegyek, és tudod így, még hogyha kihúzom, és így nézem. De tudod, ki van húzva? Ez vagy most ki van jó, húzva? Hát akkor fogják kezdet a Vikivel. A Viki tudod, mit csinál? Éjszaka fekszem az ágyba, ő később jön be, átmászik rajtam, és rajtam keresztül próbálja kihúzni az én oldalam a töltőt. Mondom, köszönöm, szeretlek. Éjszaka, mint egy ilyen kis töltőgyűjtő, begyűjti a házakba a töltőt. Szemeivel lát téged, hogy lángolva rohangász oda-vissza a lakásba, tudod, és zsűvöltesz. Miért nem húztad ki, és kézzel, hogy ég az egész tested. Mindegyik töltő kiűző, és este, amikor megyek be a hálószába, mindig összetekerve, akkurátusan szépen felrakod az éri szeknyen. Oh, mondom, ez azért van, mert... Kinyitni, szétbogozni, 10 percig szenvedni, mire bedugod. Ez egy ilyen árukapcsolás. Hajdújéknál kigyulladt a telefontöltő, és a múltkor meg hallottam egy hírt, hogy halálra éget valaki a saját ágyában, és a kettőt összerakja, és onnantól kezdve kész az újabb para. Igen. Na, drága hallgatók, tessék elmondani, hogy nálatok hogy indul a reggel, jó? Akár ilyen mondatokba belefűzni, mint amit mi mondtunk, elkésünk, megül a főnököm, miért nem keltél fel, minden az én hibám. Kelj fel, elkésünk, hol a töltőm, hol a gatyám. Tehát írjátok meg, hogy nálatok mi. Ugye, ahol gyerek van, az egy teljesen más univerzum, nem gyerekesek, ezt nem is tudják, hogy az tök más. Tehát az brutál káosz. Nem is mondunk semmit. Az brutál káosz. Mert elmegy a kedved. Biztos, akinek nem volt, az elkezdjük sorolni, sose lesz gyereke. Na írjátok meg tényleg, hogy nálatok, onnantól kezdve, hogy felkeltek, ha párotok van, és együtt akartok, vagy külön akartok elindulni valóban, mi az a két-három mondat, akár így egymásba fűző, hogy mi is olvastuk, ami nálatok biztos, hogy elhangzik. És biztos, hogy veszekedés van reggel. Reggel vannak a nagyobb veszekedések éppen, mint este szerintem. Tehát hát az este meg, este már nem rohadt. Este meg azt gondolod, rohadt, hogy ráérsz. Tehát este pontosan azt történik, este 9-kor, hogy azt mondod, hogy majd reggel összepakolom a cuccot, és már ott tudod, hogy elbuktad. Hmm. Hogy majd reggel pakolok, mert nem pakolsz reggel, mert üvöltesz reggel. Milyen sportod van ma, nem tudom, mi a szakkör, kedv van, akkor tesi cucc. Betettük, igen, jó, de nem foci, jó, hanem a este is van egy-kettő, amit azt szintén az ember adja. Igen. Azt megcsináljuk valamit, az esti mondatokat is. Mint a kapcika. Ne aludj a WC-n, nekünk is kell, Péter. Na, például gyönyörű mondat. Apa beköltözik a WC-re, már nem népsporttal, de ugye régen népsporttal a hóna alatt, és kész. Aztán vége volt. Tudtad, hogy... Zajnyoztál már? Miért nem? Tudtad, hogy a fél óráig nem tudsz menni. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 lesz pontosan, 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Na, itt van! Ez jó a reggeli. Mi így is van, ez kell. Mi kiszáll ki.
Tessék, Miki? Miki mi? Kimi Räikkönen? Kiszállt? Vagy mi? Miki kiszállt? Vagy kiszállt ki onnan? Kiszállt valami kérem? Belőle. Kérem? Kiszállt valami Miki Kimi Räikkönenből? Vagy kiszállt az autójából? De Kimi, jó, Miki, de hol a csekk? Nem tudom, én az interneten fizetek, mert mindent mostan. Na, szóval azt akartam mondani, hogy mi kiszolgáljuk az igényeket. Ki? Abszolút kiszolgáljuk az igényeket. Drága hallgatók, ha ezt szeretnétek, megkapjátok, jó? Tehát, hogy egy jó kis hunadal. Egyébként nekem is mindig jobb kedvem lesz. Nem, ez jó. Rossz ez kedvem jó lenne, de hogy ettől valahogy egy kicsit én is jobban. Jobban beindulok. 10 pontos. Hangulat szempontjából is 10 pontos ez a dal. Mindenki imád. Meg hát reggel még áll a fakunyhó, nem? Meg kell csinálni egyszer a cenzúrázatlan változatát. Egyértelmű. Mm. Majd egyszer. Amikor az utolsó adásban. Na, amikor ideje van, erre gondoltam én is. Csináljuk meg, legyen itt Tarcsiba. Igen. Na, nagyon jó. Bírom a szélsőséges véleményeket. Valaki ennyit, ez a muzsika meg a szöveg hatalmas. Valaki csak ennyit ír. Atya ég. Jó, hát. Én nagyon szeretem az ilyen szélsőséges reakciókat. De valószínűleg, aki most szembesült először ezzel a dallal, nem törzshallgató, vagy nem hallgat bennünket mindenekre, vagy a munkája nem engedi, és ő csak ennyit ír. Nem bánt. Meg csak atya ég. Hát így is értheted, úgy is értheted. Én az ilyen SMS-eket szeretem a legjobban. Amikor nincs hosszan kifejtve valamiről egyfajta vélemény, csak van egy ilyen hangulatisága a két szónak, nem? Atya ég. És ezt így is, úgy is értette. Ezért jó. Inkább így, mint úgy, de hogy ez ezért jó. Na, egy nagyon helyes cikkel foglalkoztunk még a hírek előtt. Karácsony után újra összeszedték azokat a kulcsmondatokat, amik reggel elhangzanak ugye a családoknál, és ez az internetes oldal szerint, ezen oldal szerint a magyarok reggelente legalább annyit veszekednek, mint karácsonykor, mi pedig arra kértük hallgatóinkat, arra kértünk titeket, hogy írjátok meg nekünk egy-egy bővített mondat formájában, hogy ti min veszekedtek kora reggel. És hát nagyon helyes SMS-eket kapunk, szerintem aki ezeket hallja, az pontosan bele tudja magát képzelni az adott SMS író életébe, hogy náluk milyen lehet a reggel. Ami szerintem nagyjából mindenkinél egyforma, nem? Káosz, ha gyerek van, indulás, kapkodás és késés. Azt mondja, hogy nálunk így kezdődik a reggel. Jó reggelt, 5:30, 6:45 ébren vagy? 6 óra előtt mindjárt 6 óra. 6 után öltözöl már? Ja, 6:45 indul a busz. Szerencsé, hogy a kapunkban áll meg a busz, na meg 6:30 jön a következő. Összeszedtem néhányat, mit szokott kapni a gyerek, és most elszégyeltem magam. Tedd le azt a rohadt tabletet, mosfogat, hűtsd ki a cipődet, ne így vedd fel. Megmondtuk, hogy este pakolj be, miért nem lehet kidobni a tegnapi uzsonna maradékát, ha már nem kell. Nem vihetsz 3 Star Wars-os legót a suliban. Ha nincs meg a diákod, a zseppénzeden veszel buszjegyet. Legközelebb most meg mit bőgsz? Legközelebb időben feküdj le, akkor nem leszel nyugos. Most meg mit bőgsz? Mit bőgsz? Nem nagyon megmondtam. Jó. Imádom. Nagyon jó. Klasszik óriási reggel. Nagyon jó. Igen, igen. Csajom meg én reggel kávé, én megittam. Hol agatyám? Hülye vagy? Gyere már, szeretlek, kocsikulcs. Hát te tényleg hülye vagy. Zseni, nagyon jó. Ilyen mondatokra gondoltunk. Elindultunk rohadt élet. Azt mondta, te állítasz ébresztőt. Nem te, mindegy, kelljetek azonnal, műzlit akarok, nincs tej, miért nincs szendvics van, nem szeretem, akkor ne egyél, öltöz kell a szendvics. Jó, hát mégis. Tök jó, nagyon bírom. Nagyon bírom. Hol agatyám a szárítón, de nincs ott, akkor menjél így, de nem megyek így. Kikapcsoltad a rádiót? Nem, te mondtad, hogy kikapcsolod. Á, menj vissza te, hát akkor a kutya hallgatja Balázsékat, na mindegy. Szép, a kutya hallgat bennünket, mi? Azt mondja, hogy de ez a klasszik, kelljetek már, jó még 5 perc, ezt én gyerekkoromban hányszor eljátszottam. Visszaimádkozom. Szegény jó anyám, a két gyereket, ez kelj fel, még 5 perc. Tamás felkelt, már nem kellett, akkor még én se kellek, tudod. Menjen ő először. Miért én kelljek elő? Menjen ő a fürdőszobába. De klasszik, tudod, ő az idősebb, neki kell rohanni. Jó reggelt, kelljetek, 5 perc van 3:45, kelljetek már, 10 perc van 7 óra, ha nem kelsz, kidoblak ágyastól. Most elfogad? Igen, gyere, lehelylám. Egy gyenge fújás, természetesen nem mosokat fogad. Menj, most fogad, de rossz ízű a fokrém, fáj tőle a sav. Klasszik, nagyon jó. Ennek még az este verzióját is meg kell majd egyszer csináljunk. Kelj már fel, hagyjál már, kutya volt lent, hol a töltő? Nagyon szép. Minden benne van. Tessék, ez nem jó, ez az utángyártott, elcseszi a telefon. Zokni a helyén. Hol a kulcsom? Azonnal tedd le, az az enyém. Indulj már, oké, csak elszívom a cigim. Ki fognak rúgni? Búj már ide egy kicsit. Ez most komoly. Nagyon szeretem. Búj, ez a ugye? Csak csajoknál egy pillanatban rájön még azért ez a bújunk össze. 6 helyen kéne már lennem. Megvan? Persze. Már agyban azt pörgeted, kicsit, hogy kit hívsz vissza a kocsiból, mert még 4 nem fordott hívásod, mondjuk egy elindulásnál, és az ő agyukban valami át van állítódva. Bújj még ide egy kicsit. Igen.
kicsit beremeg az izom, az izom alsó része, a szádnak az alsó részén. Semmi puszi? Semmi puszi. Meg se lesz. Aha. De tudod miért van, mert látja rajta most a feszültséget. Most van valami baj. Látja a feszültséget, és ő meg akar nyugtatni, egy kicsit ott anyáskodik. És ott vagy, elindultál már, igen, már mész, már hív a kapu, már hív az autó, vagy hív a busz, és akkor semmi puszi? Most akkor megbántottál a különbe? Igen, ne. Akarsz volna beszélni? Igen, jó, itt a puszi. Ja, akkor így nem kell. Jó, de így nem kell a puszi. Jönnek még esemesek. Ó, kelj fel, gyere, megyünk, indulok, itt hagylak, kelj már fel, miattad késünk el, mindig gyorsan öltöz. Egy perce keltem, húzd el a kaput, ülj már be, kukát kihúztad? Nem. Miért nem? Ma jönnek, mindig szerdán jönnek. Jogsi, jól van, honnan tudja? Miért nem szóltál, hogy hozzám? Te vezetsz, nekem nincs is jogsi. Ne okoskodj. Te mindig mindent jobban tudsz. Ne szólj hozzám. Szeretlek, ne haragudj. Ti pasik reggel menstruáltok? Kérdezi valaki. Szerintem ugyanúgy. Csak nincsenek fizikai tünetei, de mind a pasik, mind, legalább én is, meg szerintem sokan azért tudsz ballába kelni, nem? Amikor pokolba kívánsz mindenkit. De ez nem csak a pasiké, a nők. A nők a sminkel, a hajjal, a jaj, mit vegyek föl, visszatettem. Nem ez a ruha kell, de a másik. Uh-huh. Ne, hát szerintem nem jobbak, mint mi. Nem azt mondom, csak ugye a kérdés az volt, hogy mi is tudunk-e nyugosak lenni. És azt mondom, hogy szerintem ugyanúgy tud egy palics nyugos lenni. Van kávé, nincsen, megittad, kevés volt, nem igaz, kettő volt, az kevés. Főzél, te elkések, nem érdekel, megittad, főzél, elkések, nem érted? Ez a jó. Imádom, nagyon jó. Ne, azt fel fázni fogsz. De gyönyörű mondat. Ez is gondoskodó, ez jó. Ha egyszer a gyerekek leírhatnák azt a 10 mondatot, amit a legjobban utálnak, ez tuti benne lenne. Ne, azt fedd fel, fázni fog. Mintha a gyerek egyébként nem tudná, nem érezné, hogy ő most fázik, vagy meleg van, ugye? És hát majd te szülőként veszi. Jobban tudod, hogy a gyerek mit érez. Mennyi mindent kapnak a gyerekek? Nem? Te komolyan mondod. Ne, azt fedd fel, fázni fogsz. Benn maradt. Azt mondja, ne cipőzz be, kukazsák, szelektív, leszarom, sietünk. Kikapcsoltad a tévét? Nem. Kikapcsolod? Még a szendvicset csinálom. Akkor kikapcsolom. Ne menj be cipővel, de már nem veszem le, majd este porszívózom. Ja, majd pont te, megnézem. Tudod mit? Kapcsolt te ki, én megyek. Ne menj be cipővel. Gyönyörű mondat, nem? Akkor hogy menjek vissza? Igen. Vedd le. De vissza kell menni, akkor menjél vissza. Nem menj fel cipővel. De akkor nem tudok visszamenni. Akkor vedd le a cipőt. Nem veszem le, vedd le te. Rajtam még nincsen, de már van. Igen. Igen, nincs, iszom a kávét, hallgatlak titeket, közben kimentem a folyosóra, és mit hallok? A szomszéd kiabál a gyerekhez, százszor mondtam, hogy igyekez, mert elkésem. Ja, de Petya, így szokott lenni. Ez így szokott lenni. Tegnap megkérdeztem, hogy van-e tornaóra, de úgy emlékeztem, hogy nincs, de van, de nincs, gyönyörű. De van, megnéztem, van. Igen. Ennek itt van a mondatom. Hozd a Kori, de ma foci van. Akkor így focizik. Gyerünk már. Kori már. Ennyi, nem érdekel. Teljesen abszurd, de akkor apa megoldotta ezzel. Gyönyörű. Akkor apa fog focizni. Gyönyörű. Nagyon-nagyon szeretem ezek a mondatokat. Na jól van, hát köszönjük szépen az SMS-eket, és van még egy hova mész, szombat van, bakker. De már fölöltöztél, és elindulsz. Megvan? Volt nektek ilyen? Volt. Őrült kapkodás, elindulsz, elkezded, és valahol a negyedinél becsilingel, hogy már nem kell menni? Mm-hmm. Rohansz, kapkodsz, és úgy elkezded a fogmosás közben összetenni, hogy valami nem stimmel? És már fölöltöztél, és azt hiszed, hogy elkéstél? Ennél kiábrándítottabb csak az, amikor egy órával korábban elindulsz, és egy órával korábban elindulsz. Nekem volt olyan, hogy bementem ötre a tejgyárba. és nem értettem. És a portás is nézett, senki, mi? És nem értették, hogy mi van. És ott bementem, és akkor, halló, mit keres benn vadonul? Mondom, hogy mit keres benn, dolgozni jöttem be. Ötre. Ilyenkor, vasárnap. És egy órát aludtam bent az öltözőben, az egyik paton. Viszont amikor leesik, hogy viszont szombat van, az mennyire jó, nem? Mikor az van jó. Egy ilyen, tudod, egy ilyen pillanatnyi kiengedés, amikor így realizálod, hogy úristen, nincs baj, tudod, nem késtél el. Na jó, van, drága hallgatók, aranyosak voltatok, köszönjük az SMS-eket. Figyelem, az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Na mit szóltok a csak egy fantasztikus. Fantasztikus? Mit szóltok ahhoz a kézilabdáshoz, akinek GG a monogramja? És ismeritek a történetet, hogy leitatták az ő gyermekét, és dührohamot kapott, mert elment a buli helyszínére utána, elővett állítólagosan egy baltát, amiről egyébként kiderült, hogy nem is balta volt, és rárontott azokra, akik ott buliztak, és dühöngve próbálta megtalálni a felelőst. Ez egy nagyon érdekes történet szerintem, hogy ebben a helyzetben egyébként egy szülő mit csinál. Ugye egy volt kézilabda válogatott játékosról van szó, akinek tulajdonképpen leitatták a gyermekét, és ő ugye elment,
hogy megkeresse a felelőst a buliban. Igen. És ugye az emberben felmerül a kérdés, hogy szülőként egyébként te mit csinálnál? Jogos-e, hogy megérkezik egy apa, aki megpróbálja ugye számon kérni a fiatalokat, akik leitatták a saját gyermekét, de úgy, hogy a gyermek hát kórházba került, ha jól mondom, uh-huh. és a buliban pedig mindenki pánikszerűen menekült, ez egy születésnapi buli volt, mert hogy ugye megérkezett az egykori válogatott kézilabdás, és ő berontott a művelődési házba, üvöltözni kezdett, mint egy vadállat, és megpróbálta megtalálni a felelős, aki a gyermekével ezt csinálta. Hát és tört, zúzott is, ha minden igaz, ugye ott van ilyen ablakkitörés, meg tehát, hogy ez is a számlán van. Igen, megvan a gőbben. Tehát el is kell, igen, hogy egyrészt van a számon kérés, de nem baltával, és azt szerintem meg így használni. Megosztanak róla a vélemény. Van, aki azt mondja, hogy igaza van, mert ha gyerekeddel ezt csinálják, akkor te, mint szülő, belőled is előjön az állat. És igazat lehet neki adni. Uh-huh. Van, aki azt mondja, hogy nyilván ez túl sok, és túl durva a reakció, és ne menjen be, és ne kezdjen el ordibálni. De a fiát elvitte a mentő ebből a buliból. Azért ez nagyon kemény, azt amikor mondja. A gyerekedet ilyen állapotban látod. És megérkezett az apa a buliba. Mit csinálsz, amikor a gyereket hazajön ilyen állapotban, és tudod, hogy valószínű felelős valaki azért, hogy ilyen állapotba került? Meg vagy... a gyerek is felelős, azért, meg te, mert szülőként te is felelős vagy, tehát hogy én tudjátok nagyon, hogy nem vetem meg az ilyenfajta tivornyázásokat éjjel-éjjel, de nem nagyon emlékszem arra a pillanatra, még fiatal koromból sem, amikor odaálltak az én barátaim, és lefogták a fejemet, és belém diktálták, hogy már pedig Ferkó, ezt még megiszott te szemét, mert adnékülne. Érted? Tehát, hogy az a gyerek az tehet róla, hogy idáig eljutott az apukának. Én értem a fölháborodását, hogy aggódik a gyerekért, de ő is hibás benne. Nem verhetsz meg nem baltázhatsz le. Nem volt balta, aztán ez kiderült, hogy nem volt balta. Baltának nézték, de hogy egy talán egy seprűnyél, vagy valami olyan dolog, ami azért nem balta volt. Ezt jól nézték. Baltának látszott, de kiderült utólag, azt hiszem, hogy nem balta volt az ő kezében. Baltának látszó seprűnyél. Mindegy, visszatérve a dologra, hogy értem a szülői felháborodást, én is aggódom a gyerekeimért, de azért az, hogy elkezdesz ott hepciáskodni, mire föl? A te gyereked itta meg. Nem a gyerek mellett lenne ilyenkor a helyed, inkább a helyed, hogy megijeszted azokat. Mert most vagyunk bőszintén, de nagyon sok kiskorú is volt. Tehát te elkezdesz törni, zúzni, nem biztos, hogy egyébként olyan jól veszik ki magát, nem biztos, hogy ezeket a gyerekeket, akik persze tudjuk, hogy már inkább fiatal felnőttek, mint gyerekek, de akkor sem ijesztem meg őket egy ilyen viselkedéssel, hogy ripítjál a töröm ott a helységet. Hát meg ott már részeg volt mindenki, érted? Tehát, hogy nincs értelme. Nem visz már sehova ez a fajta viselkedés. Nem? És nem akkor kéne elbeszélni velük, amúgy, amikor már egy picit kihozanodtak meg, amikor már észhez érted? És a gyerekemmel beszélgetni kell a legjobban. Hogy hát ha eljön annak az ideje, nyilván, amikor kórházban és a mentő viszi el, akkor nem. Ugye kérdés, hogy itatták, vagy magától ivott? De hát nincs olyan, hogy valakit itatnak, ha csak nem van. Lefogják. És, a rábeszélés van. De... Hát akkor is a gyerek, igen. A 17-18 éves, akkor már azért tudnia kell, hogy milyen következménye van ennek, nem? Következménye lehet annak, hogyha te túlzott alkoholt fogyasztasz. Ez érdekes egyébként, hogy senki nincs ott, aki ettől megvédjem. Tehát ahhoz, hogy te először kamaszként leíd magad, az szerintem az egy szörnyű állapot. Azt nem tudod, arra mindenki emlékszik. És ezt hány ilyen lesz még? De ugye az esettanulság az, hogy utána megtanulod kezelni ezt a dolgot. Igen. A szervezeted megtanulja valamennyire kezelni, hát nem lehet egy ilyet, és nem is jó dolog, és senki ne is igyon és próbálja ki. Bár hát nyilván ez elkerülhetetlen, de nem tanácsoljuk senkinek tényleg. De ugye az első berugás és az első lerészegedés az szerintem mint egy rossz rémálom. Tehát én megértem az apát, hogyha nekem a Benny egyszer így hazajön, lehet, hogy én is nagyon pipa lennék, nem mennék baltával őrjöngeni, de egyszerűen te sem tudod, hogy mi történik veled. Én tudom az első berugásomat, és szerintem te is, és mindenki tudja, mert az egy felejthetetlen, rossz, szörnyű, brutális érzés, amikor nem tudod, hogy mi történik veled. Nem? Valószínűleg ennek a kamaszfiúnak is ez volt az első, hogy leítatták, nem tudta, mennyit iszik, és kórházba került alkoholmérgezésre. Hát ez szörnyű, amikor egy tinédzserről egy ilyet olvasol. De az maga a kiszolgáltatottság. Hát az elején nem tudod, mit csinálsz. A dolognak, mert akkor az első ilyen nagy szabadságodat éled meg, hogy nincs ott a szülő, ugye optimális esetben, haverokkal vagy felszabadult, vagy gyerekek, ihatunk végre. Igen. És utána... De nem tudod, mit csinálsz valójában. Hát semmi, és amikor átfordul, és az alkohol bekopogtad, na ott az életed. Hát és a következményekkel saj tisztában. Jó, nyilván láttál nem már tisztában. Ezt azt otthon. És azt mondják, hogy első berugás, az szerintem olyan, mint a szüzesség elvesztése. Arra emlékszel, mert nem jó az élmény. Tehát ha nem becsicsentettél valahol egy pohár bortól, már pedig a kamaszok nem ilyenek.
Tehát isznak sajnos, mint a halálra ítéltek. Így van, ugye versenyt isznak, presztizselnek, ha nem iszod meg, nem vagy közénk való, hergelik egymást. Hogy én úgy emlékszem, hogy sokkal ügyesebben tekertem le a kupakot, mint a másik vonulat. De hogy ugyanakkor ezen azért kell túlesni, és nem azt mondom, hogy mindenki így jön, de hogy nem akarok senkit rábeszélni, mert ezt meg kell tanulni kezelni, hogy ne essél egy vonat alá később, hogy ne induljál el haza autóval, hogy tud, hogy mi történik veled, de sajnos egy velejáró rossz, amin előbb-utóbb a fiatalok nagy többsége, hát ne legyünk álszentek, basszus, átesik, hát kampányolhatunk most, hogy ne igyatok, meg mondhatjuk, hogy veszélyes, meg senkinek nem tanácsoljuk, de sajnos ezen az előbb-utóbb a fiatalok átesnek. Kinek mi volt az első? Tessék, ti is tisztán emlékeztek arra, nekem tudom, mi volt az első. Tudom, hogy mit ittunk, hol vettük, hogy szereztük meg, és hol kötöttünk ki a végén. És szörnyű álom egyébként. Ugye. Én elmondom, amíg ti tudtok gondolkozni. Mi a Skála metrónak a felszöktünk a felső teraszára, ami akkor le volt zárva. És vettünk 2 deci ilyen Katalinka nevezetű tiszta vodkát. Várjál, nem Kalinka? A Kalinka, Katalin. Nem, ennek meg volt a magyar változata. Nem, volt egy magyar változata. A Kalinka jó vodka. A Kalinka jó vodka. Így hívtak. Kalinkára nem volt pénzünk, és annak meg volt egy magyar változata, vagy Katalinka, egy ilyen piros fejkendős lány állt egy ilyen kosárral, tehát ugye a Kalinkára hajazott. Megvettük, ketten voltunk egy András nevezetű sráccal, le volt zárva az egész nyugati térnek a felső terasza. Valahogy oda fölkeveredtünk. De még nem miattatok. Fogtuk az üveget, és én arra emlékszem arra, hogy nem mertünk beleinni, mert nem tudtuk, hogy mi van bent, csak tudtuk, hogy most olyat csinálunk, amit eddig nem csináltunk. És fél óráig ment ez a bonst ki, nem merem, te igyál bele, te igyál bele. Majd a barátom ugye fogta, és a 2 decinek az egyik részét egyhajtásra úgy, ahogy van, megitta. Oh. Itt ugye életbe lép a reflex, hogy nem lehet puha. Igen, te jössz, te megiszod a másik felét. Még egy picit rátöltöttünk ilyen mindenféle ilyen vermutokat, meg ilyen, tehát ilyen én nem is tudom, igen, hogy ezeket honnan szereztük, de a lehető legszörnyű piákat. És arra emlékszem, hogy van a Szépföldi úton egy játszótér. Nagyon jó. Anyukák tologatták a gyereket. Nem, éjszaka volt, és arra emlékszem, hogy a hinta alatt fekszem. Azt tudom még, hogy kerültünk át, hogy villamossal mentünk-e, hogy gyalog mentünk, hogy átsétáltunk a Margit hídon, hogy minket oda elvittek, semmire. Azt tudom, hogy hajnalodik, és a Szépföldi úton vannak ilyen 4 emeletes panelházak, a 4 emeletes panelháza mögött van egy nagyon pici játszótér. És azt tudom, hogy én fekszem a hinta alatt. A hinta is fölött egy. Fekszem a hinta alatt, és tudom, hogy világosodik. És azt tudom, hogy nem sokára nekem haza kell érnem, mert elkezdenek keresni. De se fölállni, nincs se megmozdulni, nem tudod, hogy kerültél oda, és nem tudod, hol az András, akivel ezt az egészet megcsináltad. Aha. Pedig Andrásra volt messze, hiszen valakivel vitatkozott a harmadikról, hogy gyere fel, gyere le. És ezt tudom, hogy ez egy szörnyű élmény, mert nem vagy ura a testednek, nem persze, tudod, persze. Hogy mit csináljál, kamasz vagy, fiatal vagy, nem voltunk már gyerekek, de azt akarod, hogy ez az állapot véget érjen. És ezért nagyon súlyos probléma az, és minden szülőnek fel kell készíteni a gyereket arra, hogy ha ez megtörténik, akkor tud, hogy mi játszódik a testedben, mit csinálsz, hogy csinálod. Nagyon rosszul lesz. Nagyon rossz lesz, ne csinálj, ne igyál annyit, vigyázz magadra. De hát erre minket nem készítettek fel. Senki nem mondta. És azt tudom, hogy utána még nagyon hosszú volt, mire én onnan hazasétáltam a 3. kerületbe, az is a 3. kerület, csak a Flórián másik oldalára. És közben találod ki, hogy hol voltál, mi történt, és miért vagy ennyire álmos. Azon a hajnalon már nem találkoztam az Andrással, mert nem tudom, hol van. És aztán másnap valahogy megbeszéltük, hogy mi történt. A taktika pedig az volt, hogy ő azt mondta a szüleinek, hogy nálam alszik, én azt mondom a saját szüleimnek, hogy nála alszom. Így tehát megvolt a kereszteződés, de sehol nem kellett aludnom. És gondolod, hogy nem csörögtek össze a nyelvét? Nem csörögtek össze, mert én hazamentem, és nem volt semmi. Tehát balhé nem volt az ügyből. Nem tudom, hol vesztettem el Andrást. Lehet, hogy ott van a játszótéren azóta. Ott ül, igen. Tehát azt másra találkoztam. Bali, jól vagy, a bérlek hintát ölelbe fekszik 20 évet, tudod? Szóval szörnyi élmény nektek. Battonya. Battonya? Gyógygödör, ott kezdtünk. Ez az másodikosok voltunk, amikor így az első ilyen nagyon komolyat behúztuk. A gyógygödör. Persze. De az ivást, az 3 évesen a pálinkás kenyérrel. Az a baj, hogy tényleg, hát lehetnénk mi 18 éves korod fölött. Nem akarok
hazudni benne, nyilván hülyeség volt. 15-16 évesen sajnos a fiatalok találkoznak az alkohol, sőt, reméljük, hogy csak akkor. Igen. Almabor Diana. Nem volt másra pénzünk, tisztelt bíróság. Hát szegények voltunk, inni viszont ugye ezt ki akartuk próbálni. A legrosszabb kombó, amit el tudsz képzelni, tehát egyrészt ihatatlan. Viszont nem drága. Viszont nagyon olcsó, és a legjobb benne, hogy még azt hiszem, vagy ősz volt még, de ilyen nagyon meleg ősz, és ugye lenne a gyógygödörben, ez egy pince helység volt. Már a neve is nagyon jó, nem? De esküszöm, így hívták, az hűvös volt, és kijöttél a napra. És így a napsütés, ahogy kiértél, azonnal fejbe kólintott, és van a száraz ér nevezetű patakocska, ami keresztül folyik Batonyát, és volt egy... Nagyon jó nevek van a Batonyán. Egy Mohácsi sztori legyen a vége. Van ott egy kicsi patak, de egy kicsi ér, ott vesztettük el Dénest. És egyébként tényleg csak nem Dénes volt, hanem Zoli. Volt egy használtok kívüli félig lebontott híd, és mi arra másztunk föl, mert ugye játszótér nekünk az nem tellett, az arra volt, oda másztunk föl, és Zoli, meg vittünk magunkkal még azt kevertet. Ezek méreg, a minden méreg. Soha ne ígyatok, soha ne ígyatok, ha mégis, akkor ilyet ne. Kevertet vittünk magunkkal, mert hogy éreztük, hogy van még a buliba, de a nap megsütötte a fejünket, és a Zoli, fölültünk a korlátra, és a Zoli, hála a jó Istennek, nem hátrafelé esett, mert alattunk a patakmeder az 4 méter, hanem előre. Ilyenkor szerintem az őrangyalok minden fiatal mellett ott vannak, akik valahogy megmentenek az első lerészegedéstől, nem? Amikor tényleg nem tudod, hogy mi történik, mi van a testeddel. Hát, hogy ha az alkoholban nem haltál bele, akkor a folyományaiban, és Zoli nem hátra esett szerencsére, hanem előre, üveggel együtt, és így, ahogy leesett arca előre, úgy maradt. Hogy mennyire beleégett. És azt hitted, hogy meghalt a Zoli, mert nem mozdult meg, akkor valamelyikünk kicsit megbökte lábbal, elfordult oldalra, és mondta, hogy jól vagyok. Csak pihentem. Szörnyű. Tényleg szörnyű. És mondjuk a fiataloknak, hogy vigyázzanak magukra, hogy ne igyanak, hogy senkinek nem tanácsoljuk, de ugyanakkor ebből muszáj azért is témát csinálni, hogy aki majd egyszer arra készül, az felkészüljön erre, és a szülők is felkészítsék. Tényleg, abszolút nyomatékosan felhívunk mindenkit arra, hogy ne így. Hogy ne próbálják. Ne próbálják ki, és az alkohol nem egy jó dolog. Szörnyű élmény, de hogy egy a felnőtté válásnak egy ilyen stáció, amikor az ember saját magát avatja felnőtté vele. Igen, a kiskorúaknál meg aztán pláne tényleg, tehát az ő védelmükbe, figyelmükbe mondjuk, hogy senki ne igyon, de ugyanakkor tényleg basszus, mindenki emlékszik arra, hogy hol történt meg az első, vetekszik a szüzesség elvesztésével. Basszus, mert egyszerűen annyira szörnyű az élmény, hogy alig várod, hogy kikeveredje belőle. Na, drága hallgatók, kinek mi volt az első? Jó, fontos az ital, mert szerintem ma már a mai generáció nem is emlékszik el, hogy akkor milyen kevertet. Jó kis Éva vermutot. Vermutot. Szörnyűségeket tudtál magadhoz venni, ami borzadály volt. Tehát, hogy tényleg elképesztő. És hogy kivel, hol történt, mi történt, nagy vonalakban írjátok le nekünk. Ha 8 éve a szekrény tetén porosodó metaksza, legalább minőségi híja volt. Igen, már amelyik. Igen. Ha valamelyik szülőtől ellopott Éva vermut, vagy én nem is tudom, mivel sikerült átesni ezen a szörnyű dolgon, mint az első lerészegedés, írjátok meg nekünk, hogy történt. Jó, hol voltatok, kivel voltatok, és mi volt az alkohol, de még egyszer mondjuk nyilván, hogy abszolút elítélendő, és vigyázzunk a kiskorúakra, és ne igyon senki, aki elkerülheti az lehetőleg. Csak egy tanulságos nosztalgia. Így van, ez egy nosztalgiázás, és egy valóban tanulságos, talán elijesztünk egy-két fiatalt attól, hogy alkoholt igyon, jó? 3:48 lesz pontosan 2 perc múlva. Subbase, de jó volt. Szeretem. Volt ez. Szeretem őt van nagyon. Van neki azért újabb is, ugye ott van a Fekete Lemez 2013-ban. Már van újabb? Így van. Vannak azon is jó kis számok. Hát ajánljuk a megfelelő emberek figyelmébe. Igen, de jó kis dalocska volt ez. Na, ugye arról beszélgettünk, hogy ugye a fiatalok milyen veszélynek vannak kitéve, amikor átesnek azon, hogy először alkohollal találkoznak, és ez egy érdekes, kényes téma, de ugyanakkor kell róla beszélni nyilván, mert az SMS-ek akár elrettentő hatással is lehetnek azok számára, akik most hallgatnak bennünket. Ugye ne csináljunk úgy, mintha ez a dolog nem létezne, muszáj erről beszélni. Ugye egy édesapa volt a hírindító, aki bement, és először úgy gondoltuk, gondolták a cikkírok, hogy baltával fenyegette meg a bulizókat, mert a fiát leitatták. Aztán kiderült, hogy nem balta volt, a szülői, hát hogy is mondjam, túlzott reakció talán érthető. Egy seprő, ami baltának nézett. Egy seprő, ami baltának nézett ki, de nyilván nem oldja meg a dolgot, nem állhatott minden gyerek mellett egy szülő, a gyereket erre fel kell készíteni, hogy ha egyszer majd egy olyan társaságba kerül, ahol isznak, akkor vagy védje meg magát, vagy ne igyon, vagy tudja, hogy milyen következménnyel jár. Arról beszéltünk, hogy érthető vagy túlzott szülői reakcióval állunk-e szembe. Mindenesetre szülőként az ember nyilván megérti az édesapát, ugyanakkor azt gondoljuk, nem ez a megoldás, de
Hát ő kicsit ezt túl érzelmesen próbálta megoldani, senkinek nem lett. Senkinek nem lett baja. A szülőnek elsősorban a saját gyerekére kell koncentrálni, és az ő fejébe kell rendet tenni, és el kell neki mondani, hogy igenis 18 év alatt nem ajánlott senkinek az alkoholfogyasztás. Így van, 18 év alatt senki ne igyon, aki iszik, vigyázzon magára, viszont mi arra kértük hallgatóinkat, hogy írják meg nekünk, hogy mikor volt az első, amikor hát ők ezzel találkoztak, és hát nem volt ott senki, aki megóvja őket, és bizony, amikor egy fiatal először találkozik az alkohollal, annak szörnyű vége van. Ha a szülők felkészítették, ha nem készítették föl, lesz jó. Nem lesz jó, és nem egy jó élmény. Azt mondja, hogy nő miatt történt, boros kóla volt, ráadásul jó kis kannás, diszkóban haverokkal a köztéri csap mellett fogadkoztam, hogy soha többet nem iszom. Kígyózva mentem hazáig, a nappaliban a fotel és a szőnyeg tisztítása szorult, több mint 20 éve volt, szörnyű volt az élmény, Karesz küldte nekünk. Érettség után estem át a ló túloldalára, nem tudtam, hogyan kell okosan inni, ittam pár sört is, vagy 10-12 felest vegyesen, akkor még ment a Hubertus. Hoj, de szörnyű dolgok voltak. Van az most is egyébként, igen. Igen, reggel mondta anyum, hogy hallotta, mi folyik a klotyóban, de gondolta, csak megoldom. Tomika küldte nekünk. Nem akartalak zavarni, drágám. Igen. Bélapát falvai osztálykirándulás, 20 évvel ezelőtt történt. De szép. Kiszöktünk a kocsmába, és valami szörnyű viszkit ittunk, nem is tudjuk, hogy jutottunk vissza a szállásra, beosontunk, de az ofú elkapott, a hazafelé a buszon volt még fejmosás. 16 évesen este focipálya, kispad, hárman jégereztünk, amit a barátom szerzett, és a kapufaába támaszkodva sikerült magamon egy picit könnyíteni, mire jobban lettem. Menő akartam lenni, de sajnos nem lettem. Ugye, egyébként tanulságos történetek ezek, mert azt gondolod, hogy az leszel, aztán nem leszel az. Igen, nem leszel az, mi utólag már. Igen, nem leszel az, csak szörnyen érzed magad, és igen. Az első 16 éves koromban történt, amikor a haverom tanyáján voltunk, ők már rutinosabban csinálták a dolgot, 3 liter kannás bor az, amivel próbáltunk turbosítani. Az erős. Azt hittem, hogy körülbelül már hajnalban, amikor kiderült, hogy még csak 2 óra telt el, 100 méter után a földes úton gurultam. Igen. És olyankor azt gondolod, hogy ezt te most meg tudod csinálni. Bringa. Bátor vagy bringával, motorral. Motor betakarózol vele, és nagyon szépen alszol reggelig, úgyhogy a motor blokk az arcodon fekszik. Igen. És ez is mennyire tipikus, hogy így a pénztelenséget, meg a minőségnek a hiányát mennyiséggel igyekszel pótolni. Igen. Viszki volt az első, mivel találkoztam, szörnyű élmény volt, megharapott egy vakpuli, megrázott a hűtő, széttört az órám. Ugye? Hogy igazából nincsenek olyan történetek, amik arról szólnának, hogy ez egy jó történet. Csodálatos volt, jó. Hát, egyáltalán nem az. Azt mondja, hogy 1986 Balatonfenyves NDK magyar úttörők táborában 16 évesen ifitolmácsként dolgoztunk a barátommal. Második este Fonyódon gyöngy mangó vodka. Jézus atya, úristen! Tudod, mennyi mangót látott az? mennyi gyümölcs lehetett abban? Gyöngy mangó vodka. Másnap a táborban csak kézzel-lábbal kommunikáltunk, mert a két tolmács a fák alatt hevert ájultan. Akkor tudta meg, mit jelent az a mondás, hogy epét hányok. Hát igen. Szerintem sok fiatal, aki először találkozik ezzel, megfogadja, hogy soha többet borszalom nem, ha ezen túlesik. Hát ugye? És valamikor tényleg jön egy ilyen hosszas kihagyás utána. Igen. 16 évesen péntek délután 3-kor seri és bor kombinációjától sikerült először megtalálni a lerészegedés állapotát. A bor annyira rossz ízű volt, hogy nem bírtam magába meginni, ezért kellett a seri mellé. Hazafelé úton egy néni átadta a helyét a villamoson, azt hitte, beteg vagyok. És tényleg, egyébként. És tulajdonképpen igen. Hazaévre anyám mondta a nagynéném, hogy te, ez a gyerek be van rúgva. Eszter küldte nekünk. Igen, hát szép, amikor az ember először a szülővel találkozik, és próbálja leplezni. És anyád, apád átlát rajtad. Te azt hiszed, hogy le tudsz úgy feküdni, hogy eljussál az előszobából a szobádba úgy, hogy senki nem veszi észre. De hallod, nyílik az ajtó, és jönnek a szülő. És tudod, hogy ott megtörténik. És azt mondja, hogy feküdjél, de mély feküdni, nem vagyok fáradt. Tudod, jó van, ne arcoskodjál, mert még kapsz egy pofont. Anyuka másnap mondta, Gábor, ki itta meg a svéd cseppet? Az mondjuk igen. Emlékeztek a svéd cseppre? Az egy nagyon jó, ilyen alkoholos tinktúra volt, egy ilyen gyógynövényekből álló, nagyon jó dolog egyébként. Amit nem véletlenül neveztek cseppnek, mert hogy az adagolása is. Az ideális adagolása nem literszám. Ki itta meg a svéd? Jézusom. De egyébként, hogy megfigyeljetek, nagyon sok olyan történet van, ami arról szól, hogy ilyen tipikus pancsolt, ilyen női piákból rúg be az ember. Ez pedig azért volt annak idején, mert ezeket nem tették el otthon. Nálunk is úgy volt, hogy ami komoly pia volt, tehát mit tudom, apám 40
fokos papra morgója, az el volt zárva lent a pincém, ő is tudta, hogy ez veszélyes, az már gyakorlatilag vegyi fegyvernek számít. Azt csak ő tudja fogyasztani, az összes többi, ilyen rompuncs, tojáslikör, igen, hogy egy sherry brandy, ezek mind elő voltak. És ezért hát, ez volt, meg igen, másik meg az ízre, azért azt ne felejtsétek el, hogy a pálinka például, borzalmas. De mindennek borzalmas az íze. De hát azért ezek az édesültyöket azok sokkal veszélyesebbek. Sokkal veszélyesebbek, mert tudod, egy picit iszol belőle, és jó íze van. Igen. Hát nem, jó, nem gyümölcs, gyümölcsre emlékeztető nyomokban, gyümölcsre emlékeztető íze van. Igen. Van egy hallgatónk, halló, jó reggel. Sziasztok. Hello, Zsolt, na veled mi történt? Hát mi egy falunapon még gimnáziumi szakoromban elmentünk iszogatni egy barátomhoz, amikor a szülei nem voltak otthon a boros pincébe, és ott sikerült egy-két pohár bor után már a hordóból egy slaggal szívni a bort. Imádlak. Ugye? Igen, hát sajnos akkor... Nem voltak képesek, hogy kilopjuk már a lopótökkel. Igen. És hogy sikerült hazamenni? Hát nehezen. Az a 30 méter szőlőbe háromszor beleborultam még ott, utána körülbelül 25-30 perc alatt a fél utcát, ami 300 méter megtettem, és hazaértem, édesanyám nem örült, mikor meglátott. Állítottam, hogy nem vagyok részeg, ő nem hitt el, mivel nem tudtam kimondani, hogy nem vagyok részeg. Igen, a szülők ezt azonnal látják. Igen. Aztán lefeküdtem, és próbáltam legyőzni magamba. Ugye, hogy szörnyű élmény egyébként, tehát talán jól hallják ezt a fiatalok, hogy... Egy évig utána nem is akartam egyáltalán. Igen, tehát nem, ilyen, nem jó élmény, ezért is beszélünk le mindenkit erről. Hogy nem a saját kárán tanulja meg az ember, hogy milyen berugni. Há, igen, igen. Köszi, hogy elmondtad, ciao. Hello, szia, ciao. Az jó módszer, itt sokan írják, hogy vagy ők, vagy ismerősök, hogy a szülővel együtt, tehát hogy a szülő ülteti le mondjuk 18 évesen a gyereket, ha odáig menni, hát jó, csak sajnos mindegy 16 évesen, és otthon ellenőrzött körülmények között. Hát humánusabb lesz a vége szerintem, mintha presztizselő kamaszok teszik ezt, igen. Berugott, és akkor másnap elmondta neki, hogy na ilyen. Na igen. Hát igen, de jobb ez egyébként, ez sokkal szerencsésebb, hogyha mondjuk négy fal között történik meg a dolog. Nálunk általában ilyen videózásoknak álcázott fogyasztásokról volt szó, mert az egyik haveromnak az édesapja nem zárt a kulcsra a szekrényt, volt egy ilyen kis bárszekrényük, ismertek, ez a kis kiüvegezett, és akkor voltak benne a palackok, amiknek csiszolt üveg volt a teteje, és mi mindig azokra a piákra mentünk rá, amik nem voltak lezárva, és az egyik ilyen a triple szek volt. Mindig azt csináltuk, hogy leítunk belőle, és feltöltöttük vízzel. Az apja mindig csak azt tette, hogy egyre gyengébb. Mi meg azt vettük észre, hogy volt olyan videózás, ez volt egyébként valószínűleg a legdurvább, amikor egy picit túlfutott a dolog, és arra ébredtünk mind a ketten fönt a kanapén, hogy így a videó így próbálja meg, már visszapörgette a kazettát, és kb. Egy órája. Nem tesz jót a fejnek, tudod? Igen. Nem tesz jót a fejnek a videóban. De nem volt jó. Igen. Nem jó, abszolút nem jó. 4-5 évesen fiatal voltam ide egy hallgató. 4-5 évesen azért azt már mindent van. Igen. Maradékot kiittem a poharakból, a konyhajtóban aludtam el a család előtt, írja nekünk egy hallgató. A jófej szülő képes nevetni a másnapos gyereke, mindenki volt fiatal. Hát igen. Kérdés, hogy milyen állapotban látod a gyermekedet. Na, köszönjük szépen az SMS-eket, gyerekek, óvatosan. Így van. Mindenki vigyázzon, fiatalok, vigyázzanak magukra, ne igyanak, nem tanácsoljuk senkinek. Jobb ez. Sajnos ne legyünk naivak, azért a fiatalok találkoznak alkohollal, de akkor is. De senkinek nem ajánljuk. Nem ajánljuk egyáltalán, és 18 év felett is csak a kultúrál formája. Így van. Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Egy nagyon érdekes témával foglalkozunk most, 7 óra után. Drága hallgató, kedves műsorvezetők. Konferálják igen, úgy, ahogy médiaiskolában konferálnak? Jaj, már alig várjuk a fejleményeket, mesélj Balázs. Ebben a pillanatban annyira felkeltetted az érdeklődésünket a következő téma iránt, hogy már tűkön ülünk. Én is nagyon várom, hogy elmondhassam, drága hallgatók, kedves tévénézők. Nagyon érdekes hírt találtunk, amit most szívesen megosztok veletek. Jaj, már alig várom, de tényleg, azt hiszitek viccelek, pedig nem is, hanem tök komolyan és őszintén mondom, hogy sosem voltam ennyire besózva egy téma előtt, mint most. Sosem voltam ennyire izgatott, nem mondasz ilyet, hogy besózva. Jaj, kérlek, ne húzd már te is az időt, Ferenc, hisz már alig várjuk mind a ketten, hogy...
Egy újonnan terjedő vírus által vagyunk mi most veszélyben, és mindenki, akinek laptopja van, ugyanis teljesen új módszerrel zsarolják az embereket, és próbálnak belőlük kiszedni 300-500 vagy akár 1000 dolcsit úgy, hogy te azt gondolod, hogy a laptopon a te fotóid, személyes dolgaid, bizalmas információd biztonságban vannak, de nem, mert hogy most már vannak olyan hacker csoportok, akik, ha felcsatlakozol valamilyen wifi hálózatra, akkor rászállnak a gépedre, és pillanatokon belül leszippantják a képeidet, ami nyilván nem egy új dolog, és ezt régebben is csinálták, viszont most már egészen professzionálisan űzik, és megzsarolnak téged, hogy x órád van arra, hogy fizessél, különben ugye közzétezik azokat a képeket, amiket a laptopodon tárolsz. És így járt egyébként Kabát Péter is, az Újpest sztárja, és hát ikonikus sportolója, mert hogy ők felcsatlakoztak egy wifi-re valahol, és megzsarolták őket, hogy 500 dolcsit fizessenek, aminek egyébként teljes rejtély, hogy hogy jutnak el egy hát ismeretlen igen. wifi hálózaton a te gépedig, ehhez én abszolút nem értek. Mindenesetre, ha nem fizet, akkor az összes képet ugye le tudják szippantani a gépedről. Amit eddig hallottuk, hogy ez működik, meg csinálják, de valahogy személyesen senki nem találkozott olyan emberrel, akivel ezt megcsinálták. Hogy a képek tartalmát is ők nézik, hogy mivel lett megzsarolni, mert például a Yami gépéről ugye a város képeket, ha leszedik, vagy az enyémről a kajafotós gép. Ezért van egy külső Vinci, amire szintén le vannak mentve, ezért vannak a DVD-lemezek is, amikre le vannak mentve. Ja, velem nem babráltok, jött csak. Aha. Igen, de azért nem mindenki nyilván városfotókat tart, vagy nem tudom, csülökről, vagy kolbász közeli képek, tehát ugye azért van kolbász közeli, kolbász távoli. Nagyon szép kolbász közeli. Nem is kell nagyon rosszra gondolni, és arra gondolni, hogy ez valamilyen home videó, egyszerűen a te személyes dolgaid, amit nem akarsz közé tenni, amihez nincs másnak köze, hát. A családodról, a gyerekedről, a feleségedről, fürdőruhában, rólad, ahogy fekszel, mesztelenül egy ágyban. Igen. Tehát itt nem feltétlenül arról van szó, hogy nem kell ilyen videókat tárolni, és akkor nincs mit leszedni, hanem a lehető legszemélyesebb dolgaidat, főleg úgy, hogyha te mondjuk híres ember vagy, vagy közéleti szereplő, vagy sportoló. És Pétert rögtön felhívjuk egyébként, egészen elképesztő a története, ahogy ő ezt elmeséli, hogy hogy érkezik meg utána a zsaroló levél a te számítógépedre, hogy mennyi pénzt kell fizetni, hogy milyen professzionálisan csinálják, hogy adják vissza a képeidet, amik ugye, hát azért azt mindenki tudja, hogy amikor ezeket a legszemélyesebb dolgokat veszik el tőled, az a szörnyű érzés, főleg ha zsarolnak, hogy ezt előbb-utóbb látod valamelyik napi bulvárlapban, heti lapban, vagy csak földobják az internetre, hát és leízzat. Mindenki azon csámcsog, hogy neked milyen a magánéleted. Leízzat, mert ugye azt, hogy megkapod ezt a levelet, oké, és akkor minden egyes fájl, minden egyes dokumentum MP3 formátumban változott a géped, de megkapod a levelet, mondjuk Feri megkapná azt, hogy ezért, ha vissza akarod kapni a nagy felbontású Dermed Sülzsírt ábrázoló képeid, akkor fizes 500 dollár. De azért most gondold el, hogyha vannak azért intimebb dolgok, és egyébként a Péternek a laptopján voltak ilyen képek. Én azért akarom, csak nem csak ilyen irányba eltolni, mert szerintem van egy csomó dolog, amit nem csak az intim dolgokat nem akarod. Amikor a gyerekkel a képek, a kivállalkozással kapcsolatos, adatok, stb. Tehát a Vikinek a telefonján egyetlen egy olyan fotó nincs, de amikor fekszem bozontos hajjal, érted, így reggel, és a gyerek rajtam van, és úgy nézek, mint egy ilyen rossz Walt Disney figura, érted? És a legjobb cikket olvasol Isten és Bencéről. Igen, és látszik, hogy tükör van a mennyezete, nem? Te nem akarod magad ilyen helyzetben így látni, mert az a te legszemélyesebb dolgod, de ez akkor is személyes, ha ismert vagy, ha nem vagy ismert, mindenkiről vannak olyan képek, amit nem szívesen mutogatsz, nem azért, mert mesztelenül fekszetek valahol ketten, hanem mert a lehető legprivátabb képeidről van szó. Hát meg rengetegen vannak ugye, akik céges adatokat is tárolnak a gépükön, akik egyébként a gépükkel dolgoznak, tehát a munkájukhoz elengedhetetlenül szükséges adatokat is tárolnak rajta, stb. Tehát ezek mind olyan dolgok, amiknek az elvesztése nagyon komoly problémát jelenthet. Le is veszi a képet, vagy csak blokkolja? Nem, leveszi. Tehát le is szedi. Persze. Aha. Persze, hát ha blokkolnák, akkor megsemmisíted a laptopot, és akkor nem tud vele mit csinálni. Tehát a lényeg, hogy az ő birtokukba kerül a kép nyilván. Tehát, hogy valahogy ezzel utána téged tudnak zsarolni. Na, de rögtön felhívjuk Kabát Pétert, aki elmeséli nekünk, hogy ez a dolog hol történt. Magyarországon mentek ők föl egy wifi hálózatra, külföldön mentek föl wifi hálózatra, ahol az ember tényleg nem sejti. Az otthon, lehet, hogy az otthon én is elérnek, ha nekem otthon van wifi. Elviekben igen. Bárhol. Persze. Elviekben ott is elérnek. Na, itt van velünk Péter. Hello Péter, jó reggelt kívánunk. Ciao, hello. Jó reggelt, sziasztok. Szia, jó reggelt. Hello, Kabát Péter itt van már is velünk. Na, meséld el az elejétől kérlek, hogy történt nálatok ez a dolog. Hát körülbelül egy hete, tehát múlt hét csütörtök pénteken vettük észre, mert a párommal
itthon a lakásban van egy ilyen számítógépünk, ilyen asztali, bekapcsoltuk, és arra lettünk figyelmesek, hogy az összes kép meg adat eltűnt, és egy különböző ilyen ablakok jelentek meg, egy ilyen fekete ablakok, és hogyha azt megnyitjuk, akkor egy ilyen angol szöveg jelent meg, és mindegyik szöveg ugyanaz volt, és rá volt írva az, hogy 72 óránk van arra, hogy fizetjük be ezt az összeget, máskülönben az összes adatot, fényképet, ami a gépen volt, törlik. De ilyenkor nem is tudtatok semmit csinálni a géppel? Tehát mindent blokkoltak, nem. Ezek az ablakok megjelentek, és semmi nem volt. Mi van, az ember kikapcsolja, bekapcsolja? Ugyanúgy ott voltak ezek az ablakok? Nyilván ilyenkor ez az első, nem? Hogy valaki, aki nem ért, az vírus, kinyomom. Tehát, hogy nem... Persze, én egyébként megjegyezem, én nem vagyok egy ilyen nagy internetes guru, de a párom ért inkább hozzá, de körülbelül 60-70 ezer képünk van, vagy volt rajta. 60-70 ezer kép? Igen, mert nagyon sokat szoktunk, hogyha elmegyünk így külföldre nyaralni, akkor nagyon sokat fényképezkedünk, és megörökítettünk minden egyes ilyen nyaralás, vagy ahol voltunk, és hogyha minden egyes képet meg akarták nyitni, akkor ugyanaz az ablak, ugyanaz jelent meg, és ugyanazzal a szöveggel. Kik voltak ők, ezt ilyenkor tudja az ember? Vagy ilyenkor adnak egy bankszámla számot? Hogy mit csinálnak, mit írnak? Nem, hát azt írták meg, hogy, vagy azt írták rá, hogy a 72 órát, hogy 500 dollárt fizessél be, és hogyha nem fizeted be, akkor ezt az egész adatot, fényképet úgy, ahogy van, hogy az egész gépeden, az törli. De hova fizesd be? Tehát átküldenek egy bankszámla számot, hogy létszes utalt igen, át. Nem, egy kódot küldtek, egy kódot, és arra kellett beütni a kódot, de viszont ezeknek a bűnözőknek a virtuális fizetőeszköze, ez a bitcoin pénz, és 500 dollárért kellett venni bitcointot, ami körülbelül 1,2-1,3, és hogyha ezt megvetted, akkor adtak egy kódot, amire be kellett ütni, és akkor kaptad meg azt, hogy hogyan tudod visszaállítani az egész képet, az egész adatodat, de ez is egy eléggé maceráns volt, hiszen egy 2-3 nap kellett, mire a párom így nagyjából vissza tudta állítani a dolgokat. De te befizettétek? Be, persze, muszáj volt. Uh-huh. Nem mentetek el a rendőrségre, nem mutattátok meg valakinek, hogy van egy ilyen helyzet, valaki csinálja valamit a laptoppal? Hát rendőrségre nem mentünk el, de segítségként a Magyarország legjobb adatvisszaállítással foglalkozó cégéhez is fordultunk, de mikor mondtuk nekik a vírus nevét, azt mondták, hogy ezt lehetetlen helyreállítani, és akkor úgy voltunk vele, hogy megadjuk annak az esélyt, esetleg visszakapjuk azokat a dolgokat, amik a gépen voltak, úgyhogy inkább befizettük, hiszen nem akartuk, hogy elvesszem. Azt tudjuk, hogy ők hogy találnak meg? Tehát nekem, én mondjuk teljesen hülye vagyok ehhez, de hogy neked otthon van egy laptopod, és akkor tudják, hogy ez, gyerekek, ez a laptop ezzel az e-mail számmal, vagy nem tudom, ez Kabát Péterhez tartozik, ehhez a wifi hálózatra, vagy csatlakozik, menjünk oda föl, és akkor eljutunk Péterhez. Hát hogy találják meg a hírességeket, akik féltik a saját képéket? Tehát nekem van otthon egy laptopom, hogy akadnak rám? Ezt valaki magyarázza el nekem. Figyelj Balázs, megmondom őszintén, én is hülye vagyok ezekhez, na, tehát... hogy nem egyedül. Nem nagyon, nem értek nagyon, de szerintem... Hallgatok, úgyis megírják. Vagy e-mailen szerintem, vagy e-mailen keresztül jöhetett, vagy ahogy te is említetted itt az előbb, hogy voltunk külföldön, és lehet, hogy rácsatlakoztunk valami wifi hálózatra, hazajöttünk, összedugtuk a telefonnal a gépet, és úgy jöhetett be. Eléggé a párom eléggé sok e-mailt kap naponta. De nyilván azokra kell, hogy rámenjenek, akiknek azért több félnivalója van, mert egy civil emberről fölkerül egy családos kép, ő hát talán kevésbé bánja, mint az, akit utána csemeg néznek rajta, megosztják a képeit, beszélnek hát róla, aki nem arra mennek, igen, én is úgy érzem, vagy úgy gondoljuk, hogy akinek 10 kép van a számítógépén, biztos nem azt támadja meg. Én szerintem ezek tudják, hogy vagy kihez, vagy kiknek kell feltörni, és látták lehet, hogy nagyon sok adat van rajta, nagyon sok kép. Én nem tudom, tehát én nem is értem, hogy miért pont engem, vagy minket. És ez vírus volt valójában, vagy ez tényleg volt valaki mögötte? Mert ugye a vírusok mögött nem mindig van valaki. Vírus volt. Az hát, ha pénzt kérnek érte, akkor ott kell, hogy legyen. Tehát a vírus maga nem tudja. Na, ezért kérdezem, hogy akkor ez kiderült, hogy valaki valójában van mögötte.
Hát ez egy zsaroló vírus, és az a neve, hogy RSA-4096. Ez egy ilyen új keletű vírus, ami elvileg ilyen 1-2 hónapja van Magyarországon, vagy a világon, ezt így nem tudom, de ilyen feltörhetetlen, és átgázol mindenem. És ha nem fizetsz, törlik? Tehát akkor azt mondják, hogy mindent törölnek a gépedről? Hát igen, úgy van, hogy 72 órád van, és abból, hogyha mondjuk ilyen 60 óráig nem fizeted be az $500, akkor az utolsó pár órára ez megduplázódik, tehát maximum 72 órád van, és 72 óra után törlik az egészet. Hogyha megpróbálod valamilyen vírussal ezeket kiirtani, akkor azon nyomban törlik. Hmm. Tehát olyan nagyon sanszod nincsen. Elképesztő. Hát de nyilván nem ismerted meg kockáztatni azt, hogy nem fizetsz. Hogy jutnak be a gépedbe? Nem. Hogy jutnak el a gépedig? Honnan tudják, én Rákóczi Ferit meg akarom zsarolni? Hogy találom meg a gépét? Itt nem a Kabát Petit keresik. Hát de nem kell, bárki. Mindegy, ez bárki lehet. Tehát, hogy törlik a munkádat, a tároltadataidat, a fájdetet. Ő el se veszi, tehát ő nem le se szedte a képeket. Csak nem jutsz többet vissza a gépet. Az életben nem tudod megnyitni, minden töröl. Nem azzal, igen. Aha. Nem azzal zsaroltak, hogy esetleg a... Hanem, hogy nem jutsz be többet a laptopodba. Nem, hogy mindent elvesztesz, és az adatoktól kezdve a képeidet, a szerződéstől kezdve nagyon sok minden van a gépen, és azokat minden. Hát így azért sok embert egyébként így azért meg tudnak károsítani. És most megértettem. Nyilván 70 000 darab képet nem néztél végig, de visszakaptál érzésed szerint mindent? Nem, mindent nem tudtunk. Ez úgy működik, hogy odaadják ezt a kódot, amire befizetted, ilyen virtuálisan, és ezt saját magadnak kell így visszaállítani, ami eléggé komoly feladat. Hát én azt mondom, vagy azt mondjuk, hogy ilyen 70-75% jött vissza, nem mindegyik jött vissza. Aha. Azt írja valaki, biztos egy fradista hacker volt. Ezt írják, Péter, tuti fradista volt. Kérdezni is akartam pedig, hogy nem kerültek fel esetleg új képek, mit tudom én, Böde Dalni ünnepli a gólját, amit ellentek szerzett, vagy ilyesmilyen fotók nem kerültek fel esetleg a gépedre? Nem hallottam pontosan. Aha, természetesen, illetve nem is ismered az illetet. És ami még fontos, hogy nagyon sokan azt írják, hogy ez a vírus úgy érkezik meg, hogy pornó oldalt nézel. Hát figyelj, elmondom őszintén, hogy hogyha ilyeneket néznék a gépen, annak most nem örülne a párom, úgyhogy biztos, hogy nem úgy. Ilyen nekem is följött egyszer. De nekem a következő volt, figyelj, de rettenetesen megijedt. Hogy a Kabát Peti pornó oldalakon. Feljött az, hogy... A bödével. Nem, följött az, figyelj, a rendőrség logójával, hogy tiltott tartalmakat néz, magyar rendőrség... Figyeljük, tudjuk róla, letiltottuk a gépét, menjen el egy benzinkúthoz, vegyen meg egy feltöltőkártyát, üsse be a pinkodot, egyébként 2 óra megérkezünk a háza elé, tudod, és így... Ott, és lecsukod a laptopot, pedig nem olyan tartalmat néztél, hát most valamilyen felnőtt oldalokkal beszél, lecsukod, és jaj, itt vagytok? Már vártam a szirénát, tudod? Én kitéptem a kábelt a konnektorból. Úgyhogy a következő történik, elgondolkozol, aztán rájöttem, hogy ez így nem lehet. Lefutott, hogy nem így néz ki a magyar rendőrségnek a logója. Nem érted, ugye, akkor elkezded visszafutatni, de volt fél óra, amikor ültem, bebújtam az ágy alá, tudod, és vártam a szirénát. No, hogy mennék benzinkútra? Kikapcsoltam, visszakapcsoltam, rájöttem, tudod, fél óra, nem mertem hozzányúlni a gépem, ez mit csináljak? Akkor kikapcsoltam, és aztán az eltűnt. Tehát egész egyszerűen, amikor elsőre ez megjelenik, összetolod magad, hogy Jézus Isten, visznek el bilincsbe, mert olyan oldalakat néztél közben, nem volt annyira durva az oldal. Hát eléggé egyébként ilyen megdöbbentő volt, hiszen az összes, tehát akármelyik képre rákattintottál, vagy ilyen albumra, ugyanaz az ablak, ilyen fekete ablak jött föl, és egy ilyen angol szöveggel, és ott leírta pontosan, hogy mit kell ahhoz tenned, hogy ezeket az adatokat, hogy visszakapjad. Tehát tudtál, itt ebbe az ablakban olyan ilyen menü, vagy hogy mondjam nektek, volt, hogy mondjuk a zsarolónak tudtál írni, és még volt olyan, hogy 10 kérdésre, ma párom egyből írt, a 10 kérdésből egyre vagy kettőre még válaszolt is. Aha, és tehát nagyon durva. Ne szórakozz, Dani! Dani, ez már nem vicces. Egyáltalán nem vicces. Értem, hogy haragszol, Dani, de légy szíves, add vissza a képeimet. Hát tudod, mit kell? Akkor le kell menteni egy külső tényleg meghajtóra mindent, igen, ez a legjobb megoldás, hogy ezt lemented egy külső meghajtóra, és bármi van, összetöröd a laptopot, nem tudom, mit csinálsz, és ott van külső meghajtónak képe, nem tudom, veszel egy X-terás külső meghajtót, és akkor igen, szépen az ember mindent lesz. Tehát ez a legbiztonságosabb, ma már igen, ezt kell csinálni. Igen, nálunk ez nem volt meg, az volt a baj.
mondjuk volt a gépen ilyen vírus, vagy ilyen vírus ölő, de hát ezeken mindegyiken átment. Sajnos. Jó, hát igen, ezek azért nem mindegyik komoly. Hát igen. Na jó, őszintén, mi volt az oldal? Hova ne menjünk? Nagyjából megközelítek, finoman el lehet mondani, hogy hol leselkednek ránk? Hol leselkednek ránk ezek a vírusok? De hát akkor ennek a gyengébét te is megkaptad, Jani, a magyar rendőrség tiltott oldalakat támogat. Vegyen a benzinkutó 3000 forintot, és ő sem a pinkot. Kellett vennem, mert olyan erővel téptem ki a falból, mert van hálózat. Oh, de beszari, hogy meg ilyet mondom én. Egy hétig az ágy alatt ültem. Nem én voltam. Nem, én hátradőltem, és arra gondoltam, hogy ez elmúlt 15 évben, hogy megúsztam, elkezdtem neki örülni. És csak most találnak rá. Igen, volt jó 15 éved. Na jól van, hát ez egy olyan kemény történet, érdemes azért erről beszélni. Igen, külső hát meghajtott kell, tényleg. Jó, de hát Peti, tényleg a biztonság kedve, ha nem akartok investálni egy külső Winchesterbe, nyugodtan küldd át az Adriról azokat a képeket, majd mi tároljuk. Péter, köszi, vigyázzatok magatokra. Nagyon szívesen, köszönjük. Ciao. Péternek, köszönjük szépen. Hello. Sziasztok. Komolyan átfutott az agyam, hogy mi van az otthoni gépemen. Amit le lehetne így szedni. Igen. De a kérdés, hogy ezek hogy nem jelennek meg telefonra? Tehát ez inkább a gépen, telefonra nincs ilyen vírus, ők még nem tudnak megjelenni. Mondjuk a Mac ugye nem egy... Az nem szereti annyira a vírus, hál' Isten, igen, a Mac-ek azok nem rosszak, igen. Sztori, de hogy miért, nem tudom, hogy mi a magyarázat a telcsikre. Na, most tette le. Van még egy IT-sunk, nem hívtuk föl, vagy nem? De. Ja, nagyon érdekes dolgot mondod. Azt mondja, hogy... Hírek után felhívunk még egy IT-st, elmondja, hogy ez egész hogy működik. Jó, próbál nekünk egy kicsit segíteni, írnak professzionális, ehhez nagyon értő emberek is, hogy mit kell ilyenkor csinálni. Balázs, nekem az a rendőrséges vírus felnőtt tartalmaknál jön elő. Mondtam már? Nem. Mondtam már? Nagyon azt mondtam, csak hogy nem volt annyira durva, amit láttam, ahhoz képest, igen, hogy vártam a szirénát. Mondtad, nem? Hogy felnőtt tartalma, de nem annyira felnőtt. És azt is mondtam, hogy egy héttel az ágy alatt ültem, és minden szirénára összeszorult. Mondjuk neked már elég magas az inger küszöböd, tehát ami neked nem volt. Na jó van. Balázs, kíváncsi, hogy mi van az otthoni gépe, de mondom. Igen, valaki. Nagyon érdekes történetről beszéltünk, egyre több az olyan vírus és a vírus mögött álló hacker csoportok, akik ugye blokkolják a gépedet, és hát mindenféle képekkel és személyes tartalommal tudnak téged zsarolni. Kabát Péterrel beszélgettünk a hírek előtt az Újpest sztárjával, aki elmondta, hogy hát több mint 70 ezer fotóhoz ugye nem fértek hozzá, és fizetniük kellett, aztán a nagyját visszakapták. Nem teljesen egy-két képet. Igen. Nem sikerült visszaadni. Most vannak 48.524-nél. Igen, számolják. Visszatöltés. És van egy hallgatónk, aki segít nekünk még ebben az ügyben rendet tenni. Csaba, hello, jó reggelt, kívánunk. Hello, sziasztok, Csaba vagyok. Hello, Csaba. Tudhatjuk, hogy hol dolgozol, vagy mivel foglalkozol? Igen, én a Szerencsejáték ZRT-nél információvédelemmel, információbiztonsággal foglalkozom. Nagy kutya gyerekek, nagy kutyát fogtunk. Mik a hétvégi nyerőszámok? Mondja Léci, hogy számot nagyon gyorsan. Ha felhívtok, akkor 9-kor az 5-ös lottót megmondom, hogy 7-től 8-ig húzzuk, 9-kor már én is tudom. Nagyon jó. Na, mondtad, hogy szeretnél hozzászólni, még egy-két dolgot elmondani, eloszlatni. Mit kell tudnunk még, amit nem mondtunk el? Hát egy 2-5-ben egy kicsit el szeretnék keseríteni titeket. Az lenne az első kérdés, ami gondolom Windows operációs rendszert használtok otthon. Igen. Van ilyen szó a számítógépeden, amikor belépsz? Nincs. Na, a Windows számítógépnél, amikor te dolgozol, te rendszergazda vagy a számítógépen, ezeket a programokat igazából te telepíted föl a saját számítógépedre, amikor az interneten járkálsz, és nem kell hozzá pornó oldalakhoz elmenni, tehát ez egy téveszme. Úgy működik, hogy bármilyen olyan oldalra elmész külföldön, ami egy kicsit különlegesebb, új dolgot szeretnél megtudni, meg szeretnéd nézni a legújabb Star Wars például nem a moziban, hanem valahonnan egy letöltő oldalról, és akkor ilyen weboldalak jönnek föl a keresőmotorra, és amikor ez a keresőmotor ugye a Windows böngésződ, vagy a Chrome, vagy bármelyik böngészőből ezt megteszed, akkor följön ilyen ablak, hogy telepítsél egy kicsit a szoftvert, és akkor az neked segít a gyorsabb letöltésben. Na, ilyenkor telepíti föl az ember ezeket a szoftvereket. Aha, és ilyenkor érkezik meg a vírus?
Ez nem vírus, ez egy titkosító szoftver. Az RSA 496, ez egy a 2 a 12-en számú titkosítási kulcsnak a rövidítése. Aha, picit most kezdek én belemenni ebbe az erdőbe, de megyek vele szívesen, mint amikor visznek valamilyen tapítófa alá, úgyhogy nem tudja hova megy. Én megyek, ott vagyok melletted, és sétálok még gyanútlanul. A wifi-t, amit használsz, az 256 biten titkosít. A bankkártyád az ilyen 512 és 1024 biten titkosít. Ezek a különleges titkosító zsaroló szoftverek 4096 biten titkosítanak, tényleg nem lehet feltörni. Tehát, hogy ettől nyilván ti IT-sok izgalomba jöttök, engem még nem vett le a víz, mert nem értem a kettőt, és kezdek különbolyan menni. Hogy leszel célpont? Úgy leszel célpont, hogy ezek a kártékony szoftverírók is használják a Google-t, van Google fordító, és föltelepül a szoftver, megnézik, hogy ki vagy, a böngésződ összegyűjti, hogy mi a te neved, elküldi, lefordítják, megnézik, hogy a Google milyen találatokat ad, és hogyha egy bizonyos szint fölé élsz, és azt látják, hogy Balázs a Morning Show-ból 1500 találat, vagy 5000 találat, akkor azt mondja, hogy lehető egy célpont. És akkor bekapcsolják a szoftvert, és letitkosítják az összes fájlodat. És hogy találja meg a gépemet? Tehát honnan tudja, hogy én, ha célpont vagyok? Találod meg őket. Én találom meg őket. Amikor böngészel, és te meg akarod nézni idő előtt az új Star Wars-t, és akkor te letöltöd, mert te rendszergazda vagy. Ugye az épülgépeknél, a Macintosoknál nem vagy rendszergazda. A Linuxos rendszerekben alapból nem vagy rendszergazda, a iPhone-odon nem vagy rendszergazda, tehát nem tud így feltelepülni, plusz ugye az iPhone-on ugye store-ból telepíted a szoftvereket, tehát ott van egy erős ellenőrzés. Uh-huh. Ugye a Google-ös telefonoknál ott be tudod kapcsolni, hogy saját forrásból telepített szoftvereket engedélyezed. Na, ezt fölteszed, akkor meg tudod fertőzni a saját telefonodat. Tehát nagyjából, mit csinálja az ember? Fizessen ilyenkor szerinted egyébként? Hát, ha már fölkerült és betitkosították a szoftverrel betitkosították a fájaidat, nincs más lehetőség. Nem tudsz mit csinálni. Azt a mindenit. A legolcsóbb megoldás az, és ezzel ki lehet kerülni mindent, hogyha rendszeres időközönként az ember egy valahová külső meghajtóra vagy a felhőbe elmenti a nagyon fontos dolgait. Uh-huh. Tehát ugye kell egy biztonsági mentés. Igen, tehát egy biztonsági mentés, így van. Így van. Tehát ezzel, ez a legolcsóbb megoldás. És van az, ami sokkal nehezebb, az sajnos azt mondom, hogy tanulni kell, és ezeknek mindig utána kell járni. Sajnos az informatika most már nem olyan, még otthon sem, hogy leülök, használom és tudom. Tehát a csalók és a zsiványok előttünk járnak folyamatosan, és jelenleg úgy lehet megvédeni a felhasználót, hogy oktatjuk mi is folyamatosan, évente kétszer oktatást tartunk, vizsgáznak belőle a munkatársaink, hogy felkészüljenek arra, hogy mit kell tenni, hol vannak a veszélyes pontok. Titeket sokszor támadnak, vagy próbálnak bejutni rendszeren belül? Fél nyolckor éreztek valamiféle aktivitást? Két szemüvegesekkel megpróbálja a 3-ast, a 6-ost, a 9-est és a 12-est valahogy a gépet megmahinálni? Nem tudják, hát ugye a játékrendszer egy teljesen zárt, teljesen független attól, ami a klasszikus irodai informatika. Ráadásul ugye azt, hogy most egy számítógépes rendszerrel csinálsz valamit, attól még a golyók azok lesznek, amit a véletlen meg fortuna Isten azt mondja. Te láttad ezt a szerb lottó sorsolást? Igen, láttam. Az egy szerencsétlen dolog, arról mindent tudunk. Tehát mindent tudtok. Azt már tanítjátok. Hogy volt az, hogy nem jött ki még a szám, és kiírta, hogy most nem biztos, hogy jó számon adok, tehát ugye az volt a lottó sorsoláson, hogy sorsolták, kettes golyó megérkezett, hármas golyó még nem jött ki, kiírta a 21-est. Megjött a golyó, várjál, bocsánat, csak végigmondom, megjött a golyó, majd utána azt hiszem még egyszer előre elmondta, hogy milyen szám jön, és azt is kihúzta. Tehát előbb jelent meg a szám, mint ahogy húzó volt a golyó. Ugye ez volt nagyjából a sorsolás lényeg. Igen, 21-es, 27-es számot összekeverte, igen. Ugye ő náluk az van, hogy ha jól emlékszem, akkor 49 számból húznak 6-ot, vagy 5-öt. És a számhúzó játékoknál az egyik legnagyobb probléma maga a golyó, ami kijön a számhúzógépből. Ugye azon vannak rá vannak írva a számok, és ma a világon nem tudsz olyan úgynevezett OCR-ező, automatikus karakterfelismerő szoftvert vásárolni a piacon, ami ránéz a videokamera felvételre, és 100%-os pontosságot vállalna a gyártó, hogy tényleg azt a számot olvassa le a videokamera képről, ami a golyón van. Ugye a golyón össze-visszaállhat a golyó, amikor kijön a gépből, ezért össze-visszaállnak rajta a számok.
Ezért majdnem, én úgy tudom, hogy minden lottó társaság, amikor mi eljárunk ilyen konferenciákra, erről beszélünk, mindenki számhúzó ellenőröket használ erre a dologra, és van egy emberke egy számítógép mögött, aki beüti a számot egy számítógépbe, és amiatt jelenik meg alul ez a szám. Ez nálunk is így van, Magyarországon, csak mi két ilyen embert használunk, két külön számítógépen. Na de ott előbb jelent meg a szám, mint ahogy kihúzták a golyót, majd... Igen, mert az ember be volt rúgva, és a 27-es számot elnézte, és azt írta be, hogy 21. Majd utána kihúzták a 27-est. És ugye ott már csak 46 számból kellett eltalálni a 27-est, nem pedig 50 millióból, mint a nyerési esély. Aha. És ugye utána fölírta rosszul a 27-es, majd javított a 21-re, majd kihúzták a 27-est utána. A szoftver nem teszel neki lehetőséget, és beírta a 27-es helyett a 21-et, vagy fordítva, a 21 helyett a 27-et. És utána kihúzták. A következőnél meg kihúzta a gép. Tehát tényleg egy ilyen borzasztó szerencsétlen dolog, hogy csak egy ember használta azt a szoftvert, be volt rúgva. És tényleg bevet itt a sarolottó sorsolás. Tudjátok, vagy kiadtak erről egy közleményt, egy jó részeg volt? Nem, hát ugye mi nekünk vannak ilyen nemzetközi lottó szervezeteknek vagyunk a tagja, járunk ilyen nemzetközi biztonsági konferenciára, és ez konkrétan példa volt, és találkoztunk a szerv kollégákkal, írtunk is nekik, beszélgettünk, és elmondták. Ja, azt értettük, hogy írtunk is. És azt tudni, hogy azt esetleg tudjátok, hogy ezen ügy után mennyivel csappan meg a szerencsejáték játszók száma? Tehát, hogy mennyire ment el a lakosság bizalma? Mértékében jelentősen, de hát ugye gyakorlatilag mindenkit kirúgtak. Tehát a vezérigazgatót, az informatikai igazgatót, ezt az úriembert, nagyon sok embert elküldtek. Átalakították az egész miért folyamatot. Miért nem kézi a sorsolás nálatok? Az lenne a legtisztább. Ott még mondják a meleg golyót, hideg golyót, de miért nem minden héten kézzel sorsoltok? Hát azért ott Aranka nem tudja, hogy a 88 meleg golyóból találd meg az egy hideg golyót. Hát azért az még nehezebb lehet. Tényleg egyszer nagyon szívesen megmutatnám bárkinek azt, hogy hogyan kezdődik ez az egész lottó sorsolás. Tehát ott közjegyző mondja meg, hogy milyen gépet választunk, milyen golyóval. Tehát nem mi találjuk ki, több golyószett van, évente többször felülvizsgáljuk a golyókat egy ilyen színellenőrző szoftverrel, amit ráadásul nem is mit csinálunk, hanem külső cég csinál, és így olyan színeltérést észrevesz egy szoftver, amit az emberi szem már nem is, és kírja, hogy nem jó, az egész golyószettet cseréljük, és teszünk be újat. Tehát, hogy... Én a kézit még nem jöttem rá, vagy arra nem lenne elméletem, hogy hogy lehet manipulálni. A gépit azt már tudom, hogy lehetne manipulálni. De jó neked, akkor írd meg nekünk részt. Egy baromi egyszerű szoftver, tehát ugye tudom az összes találatot, és kidobatok a géppel egy olyan számsort, ami nem jött be. Ugye, mert addigra, amire várják a sorsolást, addigra megvan az összes géppel feladott számsor. Hogy kombináltatok egy olyan sort, ahol mondjuk nem nyer ötöst, és utána a gép kihúzza. De hát nyilván, ha ez egy rendszer kiderül, akkor itt mindenki megbukik, és tehát nem éri megcsalni, én ezt pontosan tudom. A kézi sorsolásnál még Aranka, amikor megérkezik. Na de hogy húzatott ki az öt golyót? Kezi csókolom, Bicskére jött. Halmazod a nyereményt, és aztán nem jött hozzá. Soha, mert hogy nem tudod kisorsoltatni azokat a számokat. Aha. Hát azért a gépi sorsolásnál, és hogy onnan tudja a gép, hogy melyik golyó az a golyó, amelyik szerint. Na hát ez még nincs meg. Jó, hát ez még nincs meg. Rakok egy pici mágnest abba az öt darab golyóba. Nagyon vicces leveleket szoktunk kapni idősebb úri emberektől, akik írkálnak, hogy lebeg a golyó, és elektrogravitációt használunk. Ezt mi is olvastuk, igen. Mint a Kempelen farkas sakkozógépébe. Törpe van meg. Törpe van, igen. A golyóba. Igen, tehát azért volt ilyen elmélete. Ez a 6-os, a 9-es, ez egy megtörtént sztori nálatok? Hát gondolom, vagy ez egy ilyen urbánus legenda. Igen, hát az a videó a YouTube-on is le lehet tölteni. Mi nem találtuk? Pedig fönt van, 1900, aztán a 70-es években volt, és fönt van, meg lehet találni. Tényleg? Kihúzta a 6-ost, elnézte, és mondta, hogy a 6-os, a 9-es is fordított rajta egyet? Hát volt egy, ugye évente, minden évben egyszer nemzetközi biztonsági auditon vesz részt a cég, és már... több éve, és pont egy ilyen auditnál külföldről voltak itt kollégák, és az auditorok, és egy karate mester volt a számhúzó a skandináv lotton, konkrétan ketté törte a golyót, olyan erős volt, a másik irányba tekerte, de akkor mindenki látta, hogy a golyó az gyakorlatilag három darab műanyag dologból áll, egy korong, de meg a két félgömb, és a másik elmet tekerte, és ketté törte. Az egész golyószettet cserélni kellett. Ugye leragadtod, akkor már más lesz a súlya is, például ilyen 0,1 gram pontossággal mérjük a golyókat, azt is a külső cég, aki a szint vizsgálja. Nyilván persze, meg hát nem éri meg. Mérés van, azonnal cseréljük, tehát persze. Még az is egy nagy biznisz, hogy azt mondjátok, hogy volt ötös. Sose tudjuk meg, hogy volt-e valójában. A nyeremény 2,5 milliárd forint. Elvitték, ugye?
És mivel Magyarországon nincs kötelező nyilatkozás arról, hogy te vagy a nyertes, ugye egy csomó országban, Olaszországban, Amerikában ki kell állni sajnos, mert ugye ezzel hitelesíti magát a sorsolást. Itt meg egyszer csak azt mondják, hogy elvitték, aztán ugye hát ezt se tudja az ember, hogy most valójában elvitték, vagy nem vitték, nem? Hát elviszik. Tehát a lottó nyereményeket mi kifizetjük, mi nagyon szeretjük a játékosainkat, hiszen ezért szervezzük ezt az egészet, és az SZRT-nek igazából a legnagyobb értéke. Nyilván persze, ezek összeesküvés elméletek, persze, nyilván. Hát ez egyszer kiderül, akkor gajra megy az egész, nem éri meg, nyilván, persze. Meg azért vannak zsiványok, akik arra játszanak, hogy ők nyerték a lottót, és akkor azt akár bíróságra is elmennek, és akkor a bíróságnak be kell tudni mutatni. Jönnek az elméletek, kézinél 5 golyót előtte lefagyasztanak, ezért hideg lesz. Igen. És mondják, hogy Ilonka, ugye jön Ilonka, hát a 26-os székre jön Ilonka, Ilonka néz, találja meg Ilonka, a hideg golyót, emlékezzen a fiatal korára, a hideg golyóra menjen. Jó, és Ilonka riadtan keresi a hideg golyót, majd odaszól a hosszeszlának, nem találom, nem találom, azért ez kicsit nehéz elképzelni. Ugyanígy Ilonka kicsit fázós, a kesztyűt legyen szíves levenni. És ezt 5 emberrel kell megbeszélni. Mondjuk az 5-ös lottó sorsolás 8 óráig. 6 órakor már elkezdődik maga az előkészület, és már akkor a közjegyző előtt elkezdődik az egész. Persze, előtt. Nyilván, hát ez egy komoly sorsolás. Ha én 6 óra előtt lehűtöm a golyót, mondjuk, nem, egyik hűtsem, mínusz 150 fokig lehűtöm, folyékony nitrogénnel, először is hófehér lesz az 5 golyó. Tehát elég sanszos, hogy észreveszik. Nyilván persze, hát az emberi összeesküvés elméletek mindig a legjobbak. Mindenki nagyon hisz a saját ideológiájában, és azt gondolja, hogy megvan, hűtött golyó. És aztán nem pörgeti ezt tovább. Csaba, nagyon köszi, szerettük nagyon a beszélgetést. További szép napot, szervusztok. Köszönjük szépen, hello. Ciao, hello. Hello, hello. Jó szerencsét, vagy mit. Nagyon nagy, megvan egyébként a YouTube videó. Megvan a nagy klasszikus. Megvan? A 6-os vagy a 9-es? Na, igen, meghallgatjuk a hírek után, jó? Mit mond óra játékunk van ilyenkor, de most nincs, mert ugye elmegyünk egy picit hírezni. Nem felejtjük el a játékot, kivételesen 8 óra után fogjuk lejátszani, jó? Úgyhogy aki játszana, az mindenképpen jelentkezzen SMS-ben a mit mond óra játékunkra. Gyorsan azt mondja, hogy még egy-két összeesküvés elmélet, a kilászott golyókat negatív töltéssel feltöltjük, a kiemelő rudat és a többi golyót pozitív töltéssel feltöltjük. Már is megvan a megoldás, István írja nekünk. A 6-os, a 9-es, ezt kell beírni a YouTube-ra, Jani erről beszél, megtalálta, úgyhogy ebbe belehallgattunk a hírek után. Kézinél 5 gólyót lefagyasztják, megvan az összeesküvés elmélet, igen. Gyerekek, tudom a tutit, hívjatok, visszaírja valaki. Tehát ilyenkor azonnal elindulnak az összeesküvés elméletek, igen. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim. Ez a Morning Show a Klassz FM-en.